Szép estét kívánunk, kedves nézők! Köszöntjük otthon a képernyők előtt, neked hölgyeim és uraim, tartsanak velünk. A következő bő két órában itt van velünk Babák Mihály polgármester úr. Na, ne ígérgessünk. Hát nem. Szép estét, kedves nézők! Csak úgy a napi gyakorlatunkból mondom. Ezzel együtt ne felejtsük el, kedves nézők, hogy nagyon jeles névnapok között előtt és mellett vagyunk. Két nappal ezelőtt köszöntöttük az Andrásokat, utólag is összes András nevű ismerősünket, barátunkat, a jó Isten éltesse sokáig. Kifejezetten Csasztvan Bandit is. Igen, igen, hát meg a kis bandit, nem bele kezdtem bandit. Meg a kis bandival, de már ifjabb Csasztvan András úrra, de ezzel együtt nyilván, hogy elsődlegesen rájuk gondoltunk, és a többiekre. És többiekre is. Ne felejtsük el, hogy ma reggeltől estig a Vivienek és elsődlegesen a Melindák ünneplik névnapjukat. Holnap pedig szintén egy jeles névnap lesz. Ferenc nap lesz, úgyhogy Kutas Ferenc tanár úrra és Kozák Feri bácsira is. Kozák Feri bácsi. És mindnyájukra gondolunk, barátainkra, és vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. A naptár szerint viszont szombaton van Csaba névnapja. Így igaz. Vélmisúr Csaba, és akkor meg még jó pár Csaba. Többek között a Kolforius Csaba, Szint Csaba, és akkor van még vasárnap Miklós napja. Bizony, bizony. Takács Miklós Takács napja Miklós is. Takács Miklós barátunkra is gondolunk. És még sok Miklósé. És mindenkire, aki Miklós. Merinda Vivien az annyira, ez a szintén. Így van. András Sándor. Így van. És most pedig van nagyon-nagyon szomorú ismételt kötelezettségünk. Elment egy jeles lokálpatrióta építész, egy jeles vajdás öregdiák, kis Bandi bácsi, 88 éves korában a Deák Ferenc utcáról, és úgy tudom, hogy pénteken délután az ótemető régi ravatalozójában 14 órától lesz a búcsúztatója temetés, akkor kezdődik. Bandi bácsi a utóbbi időkben nyugdíjas előtt a Városházán dolgozott, annak volt oszlopos tagja, belvízzel és sok egyéb városüzemetési kérdéssel foglalatoskodott, és mindig azt mondta nekem, Misi bácsi. Szóval azért volt köztünk egy pár év, de 15 legalább, és akkor azt mondja, hogy így hívott. Úgyhogy voltunk testvérét fölköszönteni, és akkor találkoztunk, utoljának már nem nagyon volt jól is. Elment. Igen, közülünk. Betegeskedett régebben, sajnos. Ő a Műszaki Osztály oszlopos tagja volt még a régi tanácsrendszerben, és azt követően is, aztán később ez az osztály megszűnt, mert átszervezték és megváltoztak a feladatok, meg a hatáskörök. Jegyzősz került át, korábban aztán Skútéti volt a főnöke, Misi. Igen. És akkor van egy sportolónk is, akitől el kell búcsúznunk itt ma, kedves mindannyiuk előtt, kedves szarvasiak. Így van, Borgulya Kati ment el, egy kiváló sportember, 62 évesen. Igen, mert igen, úgyhogy nagy veszteségű is, a sportélben biztos sokan ismerték őt. Hogy lehet mindenki. Ja, és akkor szarvasi kézilabda egyik fénykorából. Így igaz. És Szappanos Marika kislánya is elment. Mi részt vettünk minden családnak, és az ő búcsúztatója pedig csütörtökön az új temető régi ravatalozójában lesz 13 órakor. Igen, és Marci. Most hallottam menet közben, hogy Kis János mezőr is megboldogult 70 évesen. Sajnos az az igazság, kedves nézők, hogy amikor szóba kerül beszélgetésekben, hogy kiről emlékeztünk meg, vagy kiről nem, nagyon-nagyon szomorú, hogy nagyon-nagyon sok halottja van a városnak is, és nagyon sokokról ez is szomorú, hogy csak utólag értesülünk, nem hallunk róluk nyilván, vagy éppen a családja nem kéri, hogy közzétegyük a nevét, de ezzel együtt mély részvétünk is mindannyiuknak. És szerettük őket, köztünk voltak, így emlékezni fogunk rájuk. Az meg csak azért a természetessége, hogy jövünk, megyünk, és elmegyünk, és ahogy kedves Szenes úr, ő is öregszik egy kicsit, korosodik. Természetesen ez az így nyilvánvaló, hogy önömerről is mennek el,
és különösen azok fájnak, mert a fiatalabbok azok a saját korosztályukat ismerik, az idősebbek a saját korosztályukat. Ez meg megint így természetes, hisz azért sokat voltunk, akár Bandival, akár a kézlabdás lányunkkal, úgyhogy és sorolhatnám még. Igen. És akik a közszolgái voltak, azért néha szóba szoktuk hozni őket. Nem azért, mintha válogatnánk, csak kérdés, hogy mikor jut el hozzánk ténylegesen a hír. Mert nem mindenki osztja meg. És van, aki nem is kér semmit, sőt, még a búcsúztatás is szűk családi körben van. Ez szíve joga mindenkinek megválasztani. És akkor jut érzve a családokkal és gyászukban osztozva, térjünk át a hétköznapjainkra. Pontosan, és akkor van egy hétről hétre visszatérő rovatunk a COVID-19 most is. Ezzel kezdjük akkor a beszélgetésünket. Igen, és akkor kezdjük. Mi a helyzet szarvason? Kezdjük a 26. december 2. közötti időszakról. A házi orvosaink 79 alkalommal rendeltek el, kértek mintavételt, melyből a mai napig 37 érkezett meg, és a 37 az pedig igazoltan pozitív. Tehát 79-ből egy hiány, 80 tesztet kértek. Ezért nem azokkal a tesztekkel kapcsolatos, hanem itt a mentőállomást és a közegészségét Igen. kérnek tesztelésre. 37 lett pozitív. Ha valaki itt most csak ügyet akar valamivel csinálni, akkor szeretném a figyelmét, hogy komoly veszélyben vagyunk, és ez a veszély nem komolytalan, és az életünkre tört ez a vírus. És nincs vakcina még így, tehát ténylegesen veszélyben vagyunk. Nagyon sok eredményre várnak még, tehát nem csak a 79-ből, még előtte lévő hétből is alkalmasint van. Valamikor nagyon későn érkeznek meg ezek az eredmények. Ugye annak nincs jelentősége, ha nem beteg, mert akkor, hogyha alkalmazódik a tünete, akkor úgyis a házios mentőt kell hívni. Igen. De késnek az eredmények. Nyilvánvaló az egész országban rengeteg PCR-tesztet végeznek, és ugye az a legautentikusabb, amikor ezt a mentőseink vagy a kórházak leveszik és a laboratórium megvizsgálják a vérmintát. Jelenleg kórházban 5 fő van, 5 fő szarvasi családtagunk, és az is egy szomorú hír, akinek nevét én nem tudhatom, mert ez ugye magánügy szintén, tájékoztattak a háziorvosok, hogy 2 fő hunyt el a kórház krónikus osztályán. És krónikus betegségben szenvedtek, fertőző osztályán, és krónikus betegségben szenvedtek, úgyhogy 2 haláleset is van konkrétan a háziorvosi tájékoztatás szerint egy hét alatt a vírus kapcsán. És ezt ők pontosan tudják, hisz ők rajta alkozó rendszer, amely kapják a jelentést a kórházból. És akkor nézzük, hogy mi történik a gyermekeinknél, a védőnőktől is kértünk tájékoztatást. Egy új 2 éves gyermek megbetegedésről tudnak, tehát egész kicsiről, csecsemőről, ő valószínűleg pozitív édesanyjától kaphatta el. Tünetmentesen otthonukban tartózkodnak, gyógyulást, jó egészséget kívánunk nekik. Gyermekorvosainkat is felhívtuk. 11 alkalommal kértek egy hét alatt PCR-tesztet, a mintavételek megtörténtek, és ebből 7-es gyermek lett beteg. Pozitív, azaz koronavírusos fertőzéses. És a hiányzóknál pedig nem jött még meg az eredmény, a mintavétel eredmény nem érkezett meg. Ez a mai napi összeállítás, tehát mi egy hétről beszélünk, mindig szerdától szerdáig. És akkor nézzük a karanténokat is, mert hogy eddig 7. hó 1-től, amikor elkezdődött hivatalosan és valójában is a Covid vírus járvány második szakasza, 529 házi karantént rendeltek el. Tudva lévő az, hogy a karantén nem jelenti azt, hogy valaki beteg, előfordulhat, hogy tesztre vár, vagy pedig megfigyeléses körülmények között van, és a közegészségügyi hatóság elrendeli neki a házi karantént. Közvetlenül csak a gyanúval rendelkezőknek rendeli el, a családoknak nem szokták elrendelni, és nincsen rendelve, tehát nem ennyi embert érít, hanem azért tegyünk mellé néha 2-3 főt is esetleg. Jelenleg karanténban vannak Szarvas városában, tehát közgazdasági területünkön, akiknek visszavonásig szól a karanténjuk, most már nagyon ritkán van határidőhöz kötött, amely gyanú nélküli esetre vonatkozik, és, vagy kisebb gyanúra vonatkozik, nincs teszt,
de a háziorvos valami oknál fogva elrendeli, nincs valójában határidősz kötött, tehát nem 10 nap, 1 hét, nem nagyon tapasztalok ilyet. Még egyszer elmondom, 25 fő van jelenleg érvényesen hatósági karanténban, itthon, a lakásán. És ezt mindenki tudja, azért nem a kórház fertőző osztályán, mert hogy oda súlyos eseteket viszik el, és próbálják ott kezelni őket és gyógyítani. Akiért drukkolunk, izgulunk, és akkor elmondom azokat az utcákat, megint láthatják majd, hogy gyakorlatilag a város teljes területén, úgyhogy ez nincs, hát sajnos, igen. Nincs, hogy mondjuk, góc pont, hanem össze-vissza. Nyilvánvaló, hogy ez teljesen így igaz. 19-én rendelték el a Wesseny utcában, van egy fő. Lapozzunk. Brigád utcában 12-én rendelték el, múlt napban visszavonásig érvényes. Szabadság utcán 10-ó 17-én visszavonásig érvényes. Utca házszámot tudják, nem mondhatok. Egyébként azt kivételesen tudjuk, nevet meg egyáltalán nem. Petőfi utcában viszont 26-án rendeltek el egy főnek kötelező karantént. És vannak tisztázott esetek, ugye volt visszavonásig, de ugyanakkor pár nap múlva megérkezett a teszt, hogy negatív, és akkor az csak példaként mondom, a másodikán felcsésen is így történt. Azt mondja, Szabadság utcán 28-án rendeltek el egy főnek visszavonásig, Damjancs utcában van egy fő, 25-én rendelték el a múlt héten visszavonásig, Dr. Merikiáns utcában 11. hó 3-ától. Most már 12 napot írunk. Vasút utcában 11 hó 7-től, tehát ez biztos, hogy tisztázottan, ugye előfordult, hogy itt vesznek tesztet, és az is pozitív marad, még akkor tovább otthon kell maradni, ezért nem két hét, hanem jóval hosszabb. Az biztos. Ha nem gyógyul, mert akkor továbbra is úgymond házi karanténban tartják. Damjancs utcán 11 hó 3-ától, elég hosszú idő, mai napig is még visszavonás nélkül, Gyóni Géza utcában 16-tól van egy fő, most már igen csak alkalmas, mint egy fő, de volt itt kettő is, mindjárt jön. Dr. Melyás utcában 16-tól, Jókai utcában van egy fő, Zény utcában van egy fő, Béke utcán egy fő, Honvéd utcában, itt nem nagyon volt eddig még egy fő, de nem, az megszűnt, igen, a Honvéd utcában megszűnt kettő, egy és kettő fő volt, megszűntek november 27 és 26-án. Szent László utcát azt kihagyjuk, ott visszavonták már. Benka Gyula utcán, nem, Vágur utcában van szintén, 12-5-ig, tehát ez időhöz kötött. Benka Gyulában visszavonásig egy fő, aztán van a Meris György utcában. Igen, Meris Györgynél 12-4-ig most fog lejárni. Kérdés, hogy aztán visszavonják-e vagy sem. Vágod utcában visszavonásig, Kötő utcában egy fő visszavonásig, és Szent László utcában kettő fő visszavonásig. Ennyi volt, amit szeretnénk mondani. És megkérjük, hogy hívja a kollégánk a telefonszámot. És ha minden igaz, akkor dr. Kozma Manuela vállalta, hogy beszélget velünk pár percig. Nagyszerű, akkor... És aztán majd jönnek a városi egyéb részletező hírek, igen. Tehát most a statisztikát, amit ugye mi gyűjtünk be, és ez senkivel sem egyezik, ez a mi háziorvosaink, gyermekorvosaink, védőnünk jelentése, és ő adataik vannak itt, úgyhogy ez a megyeibe, az országosba elmaszatódik, úgyhogy mi ezt minden héten ezzel próbáljuk szolgálni, és hogy reális képet tudjanak alkotni a veszélyhelyzetről, és ez fontos számunkra. És akkor addig előveszem a másikat. Ja, az intézkedéseket nézzük. Hát következik a következő hírcsoport. Addig elmondom, hogy beindult a városban, nem most, hanem korábban, a gyermekintézményeknél, oktatásban a ott dolgozók tesztelése. Nagyon sokat köszönhetünk dr. Takács Árpádnak, a megyei közülés, vagy a megyei kormányhivatal vezetőjének, aztán Gáról annak, aki helyben szervezi ezeket a COVID-vírus szűréseket, és az orvostanhallgatóknak is, persze a segítőiknek is. Hálásan köszönjük. És most akkor hallgathatjuk, doktor. Akkor itt van. Szép estét kívánunk, kedves Manuela. Csokorítva, kedves. Köszönjük.
Jó estét. Megint szól a mentő, biztos értnek magukhoz. Drága Manuela, hogy vannak a betegei? És hányan vannak? Hogy? Igen, vannak. Most tulajdonképpen mindenki fél. Egyre több az eset. A praxisomban tulajdonképpen november közepén volt egy csúcs. Akkor hetente kértünk 20 darab tesztelést, és abból volt 11 pozitív eset. Most az utolsó 3 hét alatt inkább ilyen stagnáló a helyzet. Tehát legalább nem emelkedett, igen. Igen, ilyen 13 mintából 5-6 pozitívot kaptunk vissza. Ugye nincsen semmi korlátja, hogy ön hány tesztet kér. Nincs, nem bírálja felül, senki nem szólnak oda, hogy elég, meg kevesebbet. Tehát, igen, ahogy ön... teljesen szabadon dönthetjük arról, hogy hány tesztet kérdés. Igen, ennek az a protokollja, kíván, hogy a háziorvos ugye meghallgatja a beteget, és akkor a tünetekre kikérdezi, és akkor intézkedik a óvóintézkedésekkel, és esetleg gyógykezelésekkel. Vannak-e súlyos esetek? Vagy későn vannak érkezők? Tehát aki az elindított terápia mellett nem javul, és súlyosbodik az állapota, hogy ezt fel tudjuk mérni ilyen tünetekből, hogy légszom jelenkezik, vagy szédül, vagy nagy fokú gyengeség alakul ki, alacsony vérnyomás, mellkasi fájdalom, ugye őket kórházba irányítjuk a COVID betegeknek fenntartott részlegekre. És sajnos voltak igen az én praxisomban is betegek, akik kórházba kerültek. Mi a helyzet, mi a vélekedése arról, hogy melyik korosztály van jobban veszélyeztetve? Van egyáltalán ilyen, ennek jelentősége? Hát természetesen az idősebb korosztály, és azok a betegek, akik ilyen krónikus betegséggel rendelkeznek. De meg kell mondjam, hogy most a 60 év körüli korosztály az, ami úgy látom, hogy leggyakrabban panaszokkal jelentkezik, és a fiatalok. A fiatalok viszont nagyon hamar meggyógyulnak. Van, akinek csak a szaglása tűnik el, és semmilyen más tünete nincs. Viszont ez egy elég jellegzetes tünet. Tehát általában akinek a szaglása elmegy, teszteljük, és szinte mindenki pozitív. Doktornő kedves, hogy bírja a strapát? És hogy tartja a kapcsolatot a betegeivel? Mert a betegek úgy próbálják elkerülni a személyes találkozást, tehát ami elhalasztható kivizsgálás, azt el is halasztják. Továbbra érvényes ez a dolog, hogy nem jöhetnek be a rendelőbe előzetes telefonos bejelentkezés nélkül. Igen, hogy más az legyen. A célja, hogy ki tudjuk szűrni azokat, akik fertőző betegségre utaló tünetekre rendelkeznek. Ők már karanténba kerülnek, és így tudjuk megakadályozni, hogy a vírus tovább terjedjen. Doktornő kedves, mit csinálnak akkor, kedves Manuela, amikor igen, a gyerek megbetegszik, akkor a szülőről is igyekszik gondoskodni, vagy sikerül, tudja esetleg a szülőt kivenni a munkából, hogy vigyázzon a gyerekre? Hát nyilván meg tudják oldani, gondolom erről többet tud mesélni egy gyermekorvos. Aki egy háztartásban él a többi családtaggal, ott mindenki karanténban kell maradjon. Tehát, hogyha van egy koronavírus gyanús beteg, vagy egy igazolt covidos beteg, ott az egész család marad karanténban. Akkor is, hogyha a többieknek nincs tünetük. Ez természetesen. Ez egy járványügyi intézkedés, így nem fogják továbbadni a vírust. Igen, de ezt nem rendelik el államilag, tehát nem kötelező a családtagoknak, nem kap papírról, csak ha a jó indulatán múlik, meg az aggódásán, hogy ő is otthon marad. Mert hát az elején ez úgy önkéntes ez a karantén, viszont akkor, amikor megjön az eredmény, hogy COVID pozitív a beteg, onnan kezdve a népegészségügyi osztály felhívja a beteget, és kideríti a kontaktokat. És aki szoros kontaktban volt, ennek van egy definíciója, azok hatósági karanténba kerülnek. Tehát fognak kapni egy határozatot a népegészségügyi osztálytól, hogy mikortól, meddig vannak járványügyi megfigyelés alá helyezve. És ezt be kell tartani. És a munkaképes lakosság ilyenkor, azok a betegek, akik karanténban vannak, kapnak táppénzt, vagy ellátást, vagy csak határozatot? Igen, kapnak. Tehát aki beteg, az mindenképpen táppénzt. Az nyilvánvaló. Igen, az, aki kontaktnak minősült és kapott határozatot, annak is jár a táppénz.
nagyon jó. Hát ez így megnyugtató. Megnyugtató, hogy azért, mert ez anyagiakkal is jár, és hogyha egy családban mondjuk van 2-3 kontakt, és akkor kiesik a jövedelmük, akkor a család ellehetetlenül. Ez mióta működik így? Mert korábban nem volt így, nem tudtam róla. Tavasszal is így működött. Tavasszal is működött, oké. Okay. Doktornő kedves, mire hívná fel a figyelmét még, kedves Manuela, a szarvasiaknak? Mit csináljanak, hogy óvakodjanak? Hát védekezni kell mindenképpen. Erről már mindenki tud, mi a teendője, én úgy gondolom. Maszkviselése, az általános távolságtartás, igen, ezeket az általános dolgokat talán nem kellene újból. Drága Manuela, nem akarok visszajönni a türelmével, de még hadd kérdezzek meg, mi a véleménye arról, mint orvos, hogy van, akik nem vállalják az ingyenes tesztet mondjuk a óvodában, bölcsődében vagy iskolában. Mi a vélemény azokról? Közalkalmazottakról, vagy hogy mondjam, szolgáltatókról, akik ott dolgoznak ilyen helyen. Szóval szabad az, hogy nem vállalja az ember a tesztet? Visszautasítja? Hát, mivel egyelőre önkéntes alapon zajlik ez a tesztelés, mindenkinek joga van elutasítani. Nem jó kérdése. Persze az lenne a cél, hogy minél többen részt vegyenek. Ezekkel a gyors tesztekkel tudjuk kiszűrni a pozitív eseteket, tehát ezeket a gyors teszteket csak akkor fogadjuk el, hogy a pozitívat mutat. De viszont ezzel nagyon gyorsan ki tudjuk iktatni a közösségből azokat, akik pozitívak lettek. Igen, tehát akkor mit javasol a részt venni. Részt venni. És ugye nem jó, hogyha valaki nem teszi ezt, mert akkor a közösség iránti felelőssége azért megkérdőjelezhető. Jó, erről majd beszélgetünk. Nem tudom, még akar-e valamit mondani, drága Manuela? Igen, még szeretnék egy fontos dolgot mondani. Jó, hallgatjuk. Nagyon sokan, vagyis sokszor kapunk ilyen megjegyzést a páciensektől, hogy nem tudnak utolérni telefonon bennünket. Felmerül, hogy félre raktuk, nem veszik fel. Nagyon szépen köszönjük a türelmet. Nagyon-nagyon sok hívás van, ugye? Naponta 50-60 betegnek a sorsát intézzük el így telefonon, vagy személyesen megjelent betegnek a sorsát. És ilyen internetes vonalas telefonunk van, szinte minden házi orvosnak. És ennek van egy sajátossága, hogy amikor vonalban vagyunk, nem foglaltat jelez, hanem nem kapcsolhatott jelez. És emiatt azt gondolják, hogy nem vettük fel a telefon. Igen, de vagyunk, dolgozunk megállás nélkül, egy kis türelmet kérünk mindenkitől, vissza is hívjuk a betegeket, igyekszünk maximálisan. Mindenki dolgozik, úgy tudom, az összes házi orvos, kollégája, igen. A COVID szempontjából egészségesek, dolgozunk, a 65 év feletti kollégák is dolgoznak. Manuela kedves, van, hogy ki kell menni a beteghez? Fontos az a személyes vizsgálat, vagy valami alkalmasint van egy gyakorlat, vagy mostában igazából mellőzik a házhoz való kimenetel? Hát igen, tulajdonképpen, ha a beteg állapota igényli a mentőszállítást, tehát hogyha rosszabbodik a betegnek az állapota, küldhetjük a mentőt, anélkül, hogy személyesen megjelenjünk a beteg lakásánál. Ugye ezt azért... Nem kell az ön beutalója ahhoz és a mentő rendelése, közvetlenül a beteg is szólhat a mentősöknek, hogy nagy bajba vagyok és kérem a segítséget. Pontosan, tehát a 112-es nyugodtan hívhatja bárki, aki úgy érzi, hogy rosszul van. Hogy baj van, és azonnal, ugye, tanácsolja igen. Azt is, hogy azonnal hívja, ha rosszul van a mentő. Így van. Van, amikor nagyon fontos, hogy minél hamarabb kerüljön kórházba, van, amikor ugye csak ott tud megfelelő segítséget kapni, oxigénellátás, vagy ilyen vírus elleni terápiát, ami csak kórházban alkalmazható. Doktornő, engedjék hozzá, megismétlem azt, hogy ugye vannak ezek az interneten lévő telefon szolgáltatások, és ott furcsa módon azt írják, hogy nem kapcsolható, hogyha foglalt, és igen. Azt a félrevezeti ezek szerint. Én nem is értettem pontosan, mert ritkán használom az internetes telefon, de van ilyen, és én is megtapasztaltam, úgyhogy ténylegesen arról van szó, legyenek szívesek, türelmesek lenni, és pár percon hívják. És hogyha sürgős, akkor pedig egyenesen a mentőt legyen éjszaka, nappal, reggel, akkor ne a doktornőre vagy az orvosra várjanak, hanem azonnal hívják a mentőt. Mert akkor, hogyha... ugye azt hiszem, nem tudom, hogy jól fejezem ki magam, de ha berobban a fertőzés,
akkor több tünetegyüttes jelentkezik egyszerre, és akkor nagyon fontos, hogy hamar és időben kapjon oxigént, és kapjon gyógyszeres kezelést, hogy ne hatalmasodjon el rajta minden szervét illetően. Igen, nagyon gyorsan tud romlani a beteg állapota, tehát nagyon sokszor egy óra is számít. Igen. És akkor a telefonnál pedig kérem, hogy legyenek türelmesek, és hívják többször, nem kopik el az ujjuk, de ez az internetes telefon, ez olyan, hogyha foglalta a szám, akkor ő nem azt írja, hogy nem érhető el. És ez nem igaz. Ebből volt már félreértés is, és a múltkor kibeszéltük kis doktornővel is, hogy hát a beteg az mindig türelmetlen, és ez teljesen normális dolog, meg érthető, csak a türelmetlenség az nem segít az ügyeken. Doktornő kedves, kevés beteget, önnek jó egészséget, és vigyázzanak magukra. És vigyázzanak magukra, mert tudják, hogy önök is késnek, nagy baj van. Igyekszünk, én is jó egészséget kívánok mindenkinek. Drága doktornő kedves Manuela, köszönjük szépen, hogy állt a rendelkezésünkre, hálás vagyok önnek. Kezét csokolom. Minden jót kívánok. Szép estét. Köszönöm. És akkor nézzük azt, hogy hogy is állunk mi a különböző intézményekben, mert ugyanis a szemünket rajta tartjuk, hisz a város minden egyes intézmény, amely működik, legyen az óvoda vagy iskola, segít abban, hogy képünk legyen a helyi dolgokról. Ezért nekem össze szokta állítani Boros Bence, és végjárja és végtelefonozza az intézményeket, legyen bárki fenntartója. Igen, egy nincs benne a komép, mert a igazgató elfelejtette, hogy a Bence mellé csatlakoznia kell, úgyhogy most nincs benne. Igen. De legközelebb az is benne lesz. Addig hadd mondjam el azt, hogy Jambrik Ramóla, pénzösszevetőnk és címzetes főjegyző úr megrendelte, a mentősök végezték el ezt a nem PCR tesztet, ezt a gyors tesztet, amit az orrunkba dugunk, meg nem is. De igen, orrunkba vagy a garatba dugunk, igen. Igen, és akkor ezt megrendelték. Ez ugye úgy van, hogy megmaszatolják az ember orrát vagy a garatját, aztán egy ilyen flakonba van folyadék, abba beleteszik, jó, összerázzák, és ezt rácseppentik a gyors tesztre. Na most az igazság, hogy nálunk is voltak, akik vagy nem voltak, vagy pedig volt, aki nem történt meg itt. Itt 90 embernek kellett volna tesztet kapnia, és volt egy pozitív is, és volt, aki kérte, hogy vigyük haza neki a tesztet, megcsinálták ott, mert nem egy tudomány, csak ugye mindenki tart tőle, mert hogyha egymásnak elvégezzük, akkor lehet, hogy pont akkor fertőzünk meg, szóval én is hordom ezt a micsodát magammal, folyik is ráadásul. Szóval ügyelünk rá, de ugye azért óckodunk attól, hogy másoknak a tesztjét elvégezünk, ezért szakembert kértünk, a mentősöket megcsinálták, és mondom, volt egy pozitív esetünk. És volt egy, amit hazaküldtünk, és kértem, hogy fejezzék be a vizsgálódást. Szóval el szeretném mondani azt, hogy, mint mondtam, hálásak vagyunk Takács Árpád úrnak, a Békés megyei kormánybizott úrnak, Gár Rolannak, az orvostan hallgatóknak, és mindenki, aki segítette az intézményekben a dolgozók tesztelését. Ugyanis ezek gócfonttá alakulhatnak, egy munkahelyhova bejárnak a szolgáltatás igénybevők, legyen az iskola, legyen az étkeztetés, legyen az családvédelem, legyen az védőnői szolgálat, legyen az óvoda, bölcsőde, teljesen mindegy, de ott felnőttek gondoskodnak róluk. És nagyon fontos az, hogy ha van egy munkáltatónak pénze rá, akkor ő is kérheti nyugodtan a dolgozó érdekében, meg a saját tevékenysége, biztonsága érdekében. Mert képet ad az adott pillanatról. Tehát abban a pillanatban valaki COVID-fertőzött-e, vagy sem, vagy már átesett, mert vagy átesett, vagy jelenleg fertőzött, ezt a dolgot mutatja ki, vagy pedig negatív lesz a tesztje. Na most az a baj, hogy a vírus sajátossága, hogy tünet nélkül is fertőz. Tehát van, akik olyan új betegek, egy-két köhintés után, és hogy nem veszik észre magukon, nincs semmilyen jele, nem fáj derekuk, meg nem vágyattak, meg nem köhögnek, meg nem prüszkölnek, de közben fertőzőek. És ilyenekre is sor került, akit kiszűrtek. Tehát nagy veszélyt jelent a rejtőzködő fertőzött, nem ő rejtőzködik, hanem a vírusa, és az ő szervete ellenálló, hál' Istennek.
Ez a teszt adott pillanatban jelent egy nyugalmat, egy biztonságot, és ad egy képet, hogy biztonságosabban közlekedhetünk az óvodába, a bölcsődébe, de ez nem jelenti azt, hogy óra múlva valakitől nem kapjuk meg. Nyugalmat ad, és nagyon segíti a megelőzést. Nagyon hálásak vagyunk a kormánynak, hogy biztosította, nyilvánvalóan van elegendő teszt, nem úgy, az első időszakban, és ingyenes is. Épp ezért nem is értem, hogy vannak, akik ezt nem vállalják. Nem van túl sokan, de vannak. Egyre fölül a figyelmüket, egy negatív tesztát nem fertőzött, kimutatja, ez ne keltsen senkibe sem hamis illúziót, hogy őt már meg sem támadhatja. Mint mondtam, egy óra múlva megtámadhatja, vagy azon az órán belül is megtámadhatja. Ne keltsen hamis biztonságot, továbbra is ne csökkenjen a védekezés, mert akkor megeshet. A baj akkor jön, akkor nem védekezni. Védekezni kell, és ezeket a gyors teszteket pedig hetente ismétlik, úgyhogy nem fejeződött be. Van azoknak is alkalmuk pótolni, akik ezt még nem vállalták, vagy nem tették. Egyébként ugye az a magyar, kvázi nem is olvastam jogszabályba, de az a szabályozás, hogy önként, itt nálunk is aláírták, aki vállalta, és az ilyen ingyenes vizsgálatoknál az intézmény szintén aláírják, vagy azt mondja, nem vállom, azt kész. Igazából veszélyes ez a dolog, ez a nem vállás. Ugyanis megmondom, miről van szó. Szóval gondolják végig, hogy vannak bizonyos munkakörök, amelyeknél, hogyha nincs meg egy egészségügyi alapvizsgálat, akkor veszélyeztetés léphet föl, föl sem vehetik a munkát. Tehát például a konyhán valakinek nincs egészségkönyve, fertőző májgyulladásról, székletvizsgálattal, meg vérvizsgálattal, meg akkor nincs munkája. Tetszik érteni? Mert azért megbocsássanak már, de szóval ő nem veszélyeztetheti, sőt, mi több. Ugye, hogyha valaki egy ilyen lehetőséget nem vállal békeidőben, annak van egy büntető törvénykönyvi tényállása, többek közt a veszélyeztetés, és hogyha nem vállaljuk, akkor szándékos a veszélyeztetés. És hogyha bekövetkezik ilyen, akkor nem csak, hogy büntetést kap büntető törvények alapján, hanem még kártést is igényt kap. Gondoljuk el azt az esetet, hogy valaki gondozó, nem vállalja a tesztet, meghal valaki, mert hogy megfertőzte, és ő fertőzte, mert bizonyítottan, és akkor ott a tragédia, vagy éppen hosszú gyógykezelést igényel, és rengeteg kára következik. Szóval azt át kell gondolni, hogy normál körülmények közt vannak olyan munkakörök, többek közt a nálunk a hivatalban is, alkalmasságvizsgát kell tenni. Ha valaki mondjuk nem végezte el a jogosítvány az orvosi vizsgálatot, akkor nem vezethet, nem kap jogosítványt. Tetszik érteni, szóval feltétel. Szóval kezeljük úgy ezt a tesztet a óvodába, iskolába, gyermekintézménybe, hogy egy munkaköri feltétel, hogy ő nem fertőz meg senkit. Mondom, a jogszabály per pillanat, vagy valami intézkedés nem ezt írja elő, hanem vállalnia kell, vagy nem vállalja, de azért szeretném arra felni a figyelmüket, hogy valójában ez békeidőben és más időszakban, más szabályok mellett ez kötelesség, és ha valaki mondjuk nem végzett munkaegészség vizsgálatot, akkor nem állt munkába, a veszélyes munkahelye például. Mert azzal nem csak magát veszélyezteti egy dolgozó, hanem másokat veszélyeztet. Sőt, mint több életveszélyes körülményt állíthat elő. Gondolok itt a jogosítványra, nincs jogosítványa, vagy van jogosítványa, vagy lejárt már, és fogja vezet, és nem lát, és neki megy valakinek, és halálra gázolja. Szóval a munkahelyen csinált olyan baleset, hogy leég a cég, meg rengetegen megsérülnek. Szóval hasonló módon kell értékelni a gyermekintézményeket is, meg minden egyéb intézményt, ahol erre van lehetőség, éljenek vele, nagyon szépen kérem, az önök biztonsága érdekében is, ez önös cél, de mások biztonsága érdekében is, mert különben veszélyezteti mások egészségét. Ezért mondom, a BTK szerint, ha mások egészségét veszélyezteti, akkor büntető törvénykönyves tényállás. Nagyon aranyosak a kollégáim, például a városi óvodában és a bölcsőjében volt a eredmény, és azonnal írta most Komár Katika helyettesítő főnökasszonyt, és Katika írja azt, hogy eredmények mind negatívak lettek az óvodánkban is, és a bölcsődékben is, tehát mindenki vállalta. Igen. Na, akkor... Igen. Most akkor nézzük meg azt a körképet. Az összegzés, kérem most egy nagy körkép jön. Egy körkép, mondom, a kombip maradt ki, de iskolák, gyermekintézmények benne vannak. Semmi gond.
jelentés az önkormányzati intézményeknél és gazdasági társaságoknál végzett ellenőrzésekről, illetve a más fenntartásban működő köznevelési intézmények tájékoztatója. Időpont 2020. november 30 és december 2 között. Köznevelési intézmények. Szarvasváros óvodája és bölcsődéje, a rendszeres szűrés megkezdődött, minden jelenlévő munkavállaló részt vett benne, és mindenkinek negatív lett a tesztje. A gyermekeken és a munkavállalókon kívül más továbbra sem léphet be az épületbe. Lázmérés, fertőtlenítés, maszk használat. Az óvodában 13 fő dolgozik. Egy fő egyéb okból van távol, két fő közfoglalkoztatottból, egy fő jelenleg táppénzen a gyermekével. A bölcsődében 23 fő dolgozik, két fő táppénzen, nem vírusfertőzés miatt, két fő közfoglalkoztatott segíti munkájukat. A nevelőmunka megszokott rendszerint zajlik, de nyitott programok nélkül. A védekezéshez szükséges eszközök rendelkezésre állnak. Benka Gyula evangélikus angol két tanítási nyelvű általános iskola, óvoda és alapfokú művészeti iskola. November 25-én az óvodai, 26-án az iskolai dolgozókat szűrték, hetente megismétlik. Néhány munkavállaló jelezte, hogy nem kíván részt venni a szűrésben. Egy fő óraadót és egy fő konyhai dolgozót szűrtek ki. Szlovák általános iskola... Tehát az a konyhai dolgozó, aki kimírja az étel a gyereknek, kiadagolja. Igen, pontosan. Ez a Benkában beteg lett, igen. Nagyon tehát fontos, hogy ez a szűrés megtörtént. Hogy nem, ételt azt is gondolják el, hogy... Szlovák általános iskola, óvoda és kollégium. Szűrés hétfőnként zajlik, eddig két alkalommal került rá sor. Egy alkalommal három fő nem egyezett bele a szűrésbe, egyébként minden munkavállaló tesztje negatív. Második alkalommal hét fő nem egyezett bele a szűrésbe, következő alkalommal ebből öten vállalták, egy fő tesztje lett pozitív. Három fő hiányzó pedagógus van, ugye? Ebből ketten igazoltan fertőzöttek. Az óvodában nincs hiányzó személyzet. A helyettesítéseket az intézmény meg tudja oldani. Főtéri általános iskola. A szűrés november 25-én megkezdődött, heti rendszerességgel fog zajlani. Volt olyan munkavállaló, aki visszautasította a szűrést, minden más kollega tesztje negatív volt. Jelenleg minden munkavállaló dolgozik. Gál Ferenc Egyetem, Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda. Két alkalommal is zajlott szűrés, ezekben minden munkavállaló részt kívánt venni, egyik alkalommal sem lett pozitív eredményű teszt. Teljes létszámban folyik az intézményi munka. Védőfelszerelés elegendő mértékben rendelkezésre áll, fenntartói és saját intézményi protokoll szerint zajlik a védekezés. Ez volt a Gál Ferenc. Igen, és egyben ezek voltak a közoktatási intézmények. Nézzük a szociális intézményeket. Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ. Tóth Marikáék. November 27-én kezdték meg a szűrést, minden munkavállaló tesztje negatív. Lázmérés, maszk használat, védőtávolság. Mindenki dolgozik, a szabadságok időarányosan kivéve. Adományközvetítés, élelmiszerbankkal kapcsolatos feladatok, iskolai szociális segítői tevékenység fokozott mértékben, középiskolai online oktatás miatt. Zajlik a mindenki karácsonya előkészítése, a járványügyi előírásoknak mindenben megfelelve. A szükséges védőeszközök rendelkezésre állnak. Körösszögi kistérségi társulás... Kérek szépen, kis türelmet kérek. Szóval Marikáék nagyon, ő maga is olyan, hogy szabályokat betartani, meg komolyan veszi. Miután volt korábban megbetegedés, ők személyesen is beszálltak az alapítványra, meg az intézményre a tesztekbe, tehát fizettek is a dolgozók, mondták, hogy nekik ezt tudniuk kell. Tehát mondjuk, hadd emeljem ki azt, hogy itt érezték a súlyát annak, hogy nem utastattak vissza, sőt, mondom, még mielőtt volt ez a lehetőség, hogy ingyenesen kimennek hozzájuk és megcsinálják, már ők korábban végtesztelték az egész csapatot. Ez úgy gondolom nagyon felelős beosztás. Én azt szeretném mondani, hogy... Olyan fronton dolgoznak. Igen, olyan fronton is dolgoznak. De átérzik a súlyát. Kérek mindenkit, hogy nagyon higgadtan,
ne utasítson semmit vissza. Én azon is elgondolkodtam, hogy jó, hát ha valaki visszautasítja a mi óvodánk vagy bölcsődénkbe, vagy a családsegítőnél, vagy a szociálisnál, akkor nem engedem munkába állni. Szóval tetszenek érteni. Mert az igazság, hogy ő veszélyt jelent másokra, mert nem tudjuk. Veszélyeztetheti. Tehát munkaalkalmassági feltétel, munkavégzése alkalmasságának feltétel az, hogy valaki ezt azért vegye, ezt a tesztet igénybe, mert nem csak magát véri, hanem azokat, akit ellát. Úgyhogy nagyon súlyos dolgról van szó. Nem is értem, hogy értelmiség réteg, hogy nem érti, de majd erről később beszélünk. Rendben. Jó, tehát Marikáknak nagy rend van, a bölcsődénkben, óvodánkban szintén nagy rend akkor van. Akkor menjünk tovább a kistérségi társulás, szociális és gyermekjóléti. Ők is nagyon karakának. November 24-én zajlott le az első tesztelés az őszi napfény idősek otthonában. A szűrést önként vállalók közül mindenki tesztje negatív. Dolgozói létszám 87 fő, közfoglalkoztatott 8 fő, ebből jelenleg 2 fő keresőképtelen egészségügyi okból nem fertőzött. Az intézményigazgatás, az egészségügyi, valamint a szociális alap és szakellátások folyamatosan zajlanak. Lázmérés, maszkviselés. EMMI protokoll szerinti eljárás, napi nyilatkozattételi kötelezettség a dolgozók részéről, pozitív személlyel történő kontaktusról. Az idősek otthonában ki- és bejárási tilalom. A szükséges védőeszközök rendelkezésre állnak. Ugye itt hallottak 87 főre, ez nem szarvasi mind, hanem ez ugye így van. Békés Szent Andrástól, és ebben őknek nincs, hanem, de van ott is. Vannak bizonyos szolgáltatások, amit a járásban látnak el, és ezt a kistérség üzemelteti. Varga Margit a vezetője, jól csinálják a dolgokat, és nagyon köszönöm, hogy a dolgozóink komolyan veszik. Ugyanis ők előfordulhat, hogy találkoznak valahol a vírusfertőtte, azonnal be kell jelenteni, mert kiderül róla, akár ellátták, akár gondozták, akkor azonnal intézkedni kell és tesztelni kell őt, mert nem állhat munkába. Ez nagyon komoly szabály. Nézzük a következőt. Igen. Kulturális intézmények, Tessedik Sámol Múzeum és Szárazvalon. Rendszeres lázmérés, maszkviselés, védőtávolság, eddig nem volt fertőzés. 2 fő tartózkodik otthon, influenza, illetve cukorbetegség miatt, utóbbi home office-ben ellátja munkáját. Egy kis gond van, mert nem kért engedélyt rá. Igen. Home office-t úgy nem engedtem, mert dolgozni kell és haladni kell, bár a múzeumban senki sincsen, úgyhogy van hely bőven, nem értem a problémát. Meg még van egy másik hely is, úgyhogy a home office az annyit jelent, hogy akkor az laza valami, de lehet, hogy indokolt és nem kérdezték meg, mert akkor mérlegelem. Nyilván, hogyha olyan betegsége van, amely, szóval nem, mindenki van, idősebb betegek lehetne, szóval hagyjuk, nem kértek engedni, ez a lényeg. Igen. A régészeti leltározás, múzeum helyreállítása utáni pakolási javítások, a védekezéshez szükséges minden eszköz rendelkezésre áll. Városi Könyvtár, Tessedik Sámuel Múzeum tagintézménye, rendszeres lázmérés, folyamatos kézfertőtlenítés és maszk használat, rendszeres fertőtlenítő takarítás, teljes létszámmal folyik a munkavégzés. Az olvasóterem és raktár átrendezése, könyvek leválogatása, új könyvek feldolgozása, online klubfoglalkozások, tájékoztató munka, szakirodalom elektronikus továbbítása, helyismereti cikkgyűjtemény digitalizálása, elektronikus oktatási segédanyagok készítése, beszámolók munkatervek készítése, adminisztráció, dolgozói teljesítményértékelések, pedagógusok online igényfelmérése, pályázati ügyintézés, nincs home office. Igen, nincs értelme, mert igen, hogy ott is lehet valakinek cukor problémája. Egy gond van, kimaradt belőle, és nem néztem rá, de Boros Bence is elfeledkezett a számítógépes klubról, hogy az ami van, mert adnak a működése is tiltott. Majd holnap lesz felé magamnak. Egyébként, úgy tudom. De jó, hogyha biztosanék, mert nagyon kemével kell követelnem a... Ez csak egy magánszeljegyzetem volt, hogy úgy tudom, de hogy nem működik, bízom benne, hogy nem működik. Gazdasági társaságok, Cervinus Teátrum Művészeti Szolgáltató Non-Profit Kft. Lázmérés, kézfertőtlenítés és maszk használat, saját gyors teszt. Rendszeres jelentés az EMMI felé. A munkavállalók közül 2 fő volt fertőzött. Hátsó bejárat és kapucsengő használata, délutáni ügyelet, rendszeres fertőtlenítő takarítás.
Színházi tevékenység, próbák, pályázatok megvalósítása zajlik. Cervinus percek, a lakosság részére programok rögzítése, televízió és online. A mozi nem működik. A művészeti iskola a fenti óvintézkedések mellett működik az épületben. Ez fontos. Igen, mert az oktatásnak mennie kell, a szülők dolgoznak, és a évhez hozzátartozik a művészeti foglalkozás is. Ők jelentenek különben bevihető Covidot, vagy fertőzés lehetőségét a művelődési házba, de miután a gyerek iskolába járnak, és a művészeti iskolának működnie kell, úgyhogy erre külön ügyelnek, mert itt igen, van az agyagosok, meg a drámások, meg nem tudom, kicsit még, azok a műsz, fizetik a teremméletet, és minden lehetőséget meg akarunk adni az oktatásnak, hogy a szülők nyugalommal legyenek ott. Igen, és most jön az a társaság, ahol hatványozottnak kell lenni a nap minden percében a veszélyérzetnek. A Szarvasi Gyermekélelmezési Non-Profit Kft. Rendszeres lázmérés, maszk és kesztyű viselése, tesztek beszerzése a dolgozók szűrésére. 3 fő betegszabadságon, ebből 2 fő igazoltan fertőzött, zökkenőmentesen biztosított a napi működés. Elegendő védőfelszerelés, tisztító és fertőtlenítőszer áll rendelkezésre. Hozzá kell tennem, a 2 pozitív tesztes, az már korábban nem ment be a munkahelyre, valahol megkaphatta hétvégén, és hétfőn nem jelentkezett munkára, és utána tesztelték le, és így derült ki, hogy vírusosak, de otthon maradtak, úgyhogy nem jelentettek veszélyt a konyhán, a gyermekétkeztetés és idős étkeztetés tekintetében. Nagyon strikt módon kell ügyelnünk, mert ha ott valaki valahol eltüsszentette magát, és ez a vírus ugye megtapad, akkor nagy baj van. És akkor végezetül ebből a tablóból a Szarvasi Gyógytermel Kft. Következik. A dolgozók körében rendszeres kézfertőtlenítés, lázmérés, távolságtartás, vendégforgalom nincsen, a fürdő és a gyógyászat zárva. Termálfűtés, a fürdőgépészet, az adminisztráció és a létesítmény üzemeltetése zajlik. 3 fő adminisztratív, 4 fő gépész, 1 fő karbantartó normál rendszerint, 2,5 fő takarító és gyógyászati betegirányító időszakosan dolgozik. A gyógyászati munkatársak, úszómesterek, pénztárosok jelenleg nem járnak be, home office nincsen. 2 munkatárs nem lehet. 2 munkatárs nem igazoltan fertőzött, bocsánat, leesett a kincstári szemüvegem, sem baj, tehát 2 munkatárs nem igazoltan fertőzött, de a kockázat csökkentése érdekében az ügyvezető utasítására jelenleg otthon tartózkodnak. Védőfelszerelés, fertőtlenítőszer biztosított. Na mondjuk ez, ami kezelhetetlen számomra, ezt egy igazgató nem tudja lediktálni, hogy 2 munkatárs nem igazoltan fertőzött. Szóval azt igazoltan kell csak, úgyhogy kell, akkor teszt van oda bent, hisz pont erre tartjuk a tavasszal megvásárolt tesztet is, hogyha valami gyanú fölmel, akkor azonnal jönnek be és kérjenek. És még dolgozónak mi is kiküldtük, nem 2 fillérbe kerül, de az nagyon fontos, hogy ne okoznak gondot. Szóval itt a gyógytermál, ami gyakorlatilag nem végez munkát, csak a fűtést. Igen. Igen, és a gépekre ügyelnek, de nem dolgozik, nem szolgáltat, csak termálfűtést. A gyermekétkeztetés dolgozik teljes üzemmel, és ugye kiesett belőle 2 középiskola a kapacitásból. Igen. Azt mondja, hogy a Cernus Teátrum az valójában dolgozik, de nem szolgáltat, tehát próbál, és ugyanakkor szolgáltat a gyerekek iskolájának helyett, de egyébként próbálnak, és próbálnak ők is megélni. Aztán nézzük visszafele, azt kihagytam meg én, igen. Tessék számára, a múzeum nem csinál semmit, tehát nincs szolgáltatás, nincs bevételese. Városi Könyvtár gyakorlatilag magát rendezgeti, és némi nagyon fontos online-os kiszolgálást eszközöl, de nincs bevétele, és valójában nincs mögötte teljesítmény. Ezek komoly gondot jelentenek számukra. Gondolják el, bár most otthon hagytam a minden igaz a létszámokat, hogy hány létszám és mennyi forint nem hoztam magammal. Úgy voltam, hogy nem fidéreskedek. Nem, múltkor beszéltem róla, csak akkor rájöttem, hogy a csücsökbe írtam a létszámot, forintokat mondtam, de a létszámot nem, és azért akartam újból elhozni a múlt havit. Hát nagyon balanszírozni kell a város működését, hogy ugye nem szeretnénk senkit sem elküldeni,
sem a múzeumból, sem a könyvtárból, sem a szervizteátrumból, és a gyógytermálnál sem, mert ennek rövidesen, hogyha sikerül konszolidálni az állapotokat, akkor működtetni kell. Hát, szóval nem ez csak úgy szállítani egy csapatot, hogy főzzenek a napiskonyában, ők még ráadásul termelnek is, és fontos a munkájuk. Jó, hát körülbelül ez a körkép, és hiányzik a Kombi Páragazdálkodás Kft., és ugye még nem önkormányzati cégként működik teljes egészében a Turinform és a televízió, ahol 51%-os tulajdonosok vagyunk, mert az informatika. Volt egy érdekes esetem, mert azért mindig szoktam ilyeneket mondani, mert ugye mi itt kibeszélünk mindent. Abszolút. Nehogy valaki félreértse, szóval nem terrorizálom a dolgozókat az intézményeknél, csak miután a közért vagyunk, mi nem fertőzhetjük meg őket, ezért az ott dolgozóknak nagyon fontos kötelessége, hogy mindent megtegyenek, hogy azonnal tudjuk meg, hogyha bajuk van. És ők akkor munkaképesek a bölcsődében, óvodában, a szociálisban, a gyermekétkeztetésben és a hivatalban is, hogyha nincs fertőzött közöttünk. Mondhatnám, ez olyan, mint a orvosvizsgálat a jogosítványnál, hogy a munkaköri alkalmasság. Ezt a szabályt én nagyon korrekten igyekszem betartatni mindenkivel, megértetni, megmagyarázni, és ha kell a takarítónőnőt is letesztelem, megcsinálom magam, és a képviselőkbe jönnek, bár most azért el kell mondom, hogy nincs testületülés ebben az évben, és nem tudom, meddig nem lesz. Törvény másként rendelkezett, és akkor így kell döntenem, hogy nekem kell mindent elintézni a dologban. Persze a hivatali dolgozók. A hivatalban nincs home office. Évvége van, meg különböző ügyek vannak, nincs nyitvatartása a hivatalnak, mindent lehet adni papíron, interneten, vagy telefonon, és azonnal intézzük. Többek között volt olyan, akinek a háziorvosa nem vette fel a telefont, és próbálkoztunk. Szóval segíteni kell, mert hogyha most hirtelen rosszul van, szóval nem biztos, hogy a háziorvost kell tovább keresgélnie, pláne az internetes telefon, mert lényegesen olcsóbb telefon, mint a mobil. Én alá is írom, csak azért ilyen terhelés mellett... Megtévesztő, ilyen megtévesztő, terhelés. Igen. A visszajelzése. Nem foglaltat érez, hanem nem kapcsolható, ő vele beszél. Nos, remélem, hogy ezt mindenki érti és érzi, hogy a köz érdekében a közszolgák, a közalkalmazottak, a köztisztviselők, a közben dolgozók, a közért dolgozók, azok nagyon fontos, hogy minta és példamutatók legyenek a fertőzés mértékében. És ugye beszéltem erről a pénzügyi kérdés, hogy nekem ezt tudni kell egyensúlyba tartani, nem, nincs könnyű dolgom, de hát nem sajnáltatni jöttem de magam, hanem önöket tájékozatni, kibeszélni mindent. Ha már itt álltunk a kibeszélésnél, mert ez egy kibeszélő show. Kérem, hogyha most is van kérdésük, hozzászólni valójuk azonnal... 66 és 400 ezer. Köszönöm. Ezt mindig mondjuk el, hogy azonnal szóljanak, hogy nehogy a hibát tovább elkövessük, vagy hülyeséget beszéljünk. Ugyanis lehet egy dologról más a véleménye. A vélemény szabad, a hír pedig a szent. Tetszenek tudni, ezt néha az újságírók nem mindig választák ketté, de hát ez az ő bajuk. Szóval a kibeszélésben, képzeljük, egy volt egy kellemetlen esetem hétfőn. Bementem dolgozni, beállok a kocsival, és a béke egyből egy úriember odaszól nekem. A leprásnak nem kell maszk. Nem tudom, hogy válaszoljak-e, vagy ne válaszoljak neki. Én köszöntem. Hát szóval, hogyha a rossz hírportálokat néz, az az ő baja, és nem minket néz. De tudják, aki minket nem szeret nézni, meg egyébként is, akár még televíziót nem szívesen néz, akkor kinyomja a gombot, hogy átmegy másik csatornára. De nem szeretném azokat megfosztani attól a lehetőségtől, akiket érint és érdekel, hogy a város minden ügyeiről szólnak. Hát ilyen kellemetlen megjegyzéseket nem szoktak tenni, néha törölgetik belém a lábukat. Szerintem, ha valaki rossz hiszemű, szóval úgy áll a dolgokhoz, vagy depis, vagy valami, akkor azon én úgy sem tudok segíteni. Szóval rossz hiszeműséget magának kell leküzdenie, és az önvizsgálattal, hogy ugyan már, szóval ez komoly dolog. Van, aki begorombul, és vagdalódzik, meg szitkozódik. Hát tessék el, nekem sem öröm az életem akkor, mikor ilyen megjegyzést kapok, és ha nem értette valaki az ő iránta való, vagy az önök iránti féltésem, gondoskodásom van bennem, mert ez kötelességem, hogy mindent megteszek. Látják, minden intézménynél ott vagyunk, és mindenről tájékozódunk, és odafigyelünk, és akkor segítünk. Az írják, hogy nincs pedagógusra szükség, mert akkor fogom magam, kisegítjük esetleg a szlovákot, vagy a benkát,
teszem azt történelemtanárral, vagy a múzeumból, vagy a könyvtárból szükséges emberre, vagy az óvodában lévő közelpedagógus végzettségű, aki nagyon ért a gyerekhez, meg a szakmához, szívesen vállal ilyenkor azért feladatot, hogy a szülő biztonságban érezze a gyerekét. A szülőnek semmi sem fontosabb, mint a gyereke. Megértették, hogy nem léphetek a bölcsődébe, vagy az óvodába nem léphetek. És betartják. És betartják. Az idősek, hogy nem tratiznak a kapuban, hanem elveszik a cekket, mert most ővelük nem beszélgetnek, mert siet a ételkihordó. Máskor meg még lehet, hogy kávéznak is együtt. Tetszik érteni. Ugye mindenki nagyon tudja, és Ági is nagyon tudja, hogy a Dunja Ágni, hogy a gyermekélelmezés nagyon kell vigyázni, ennek ezt nem kell mondani. Ott minden percbe kell vigyázni a szalmonellára, meg sok egyéb másra. Abszolút. És betegségre, is. Igen. Szóval még ezt is ki kell beszélni, hogy vannak vírustagadók. Ez magánügy. Teljesen magánügy. Ha közérdekben dolgozik, akkor ez nem magánügy. Hát innentől kezdve. Akkor felejtsük el magánügyet. Nézzék, van, aki meg van győződve, hogy ez smafú. Egyébként vannak összeesküvés elméletek, hogy kik csinálták, és egy valójában biológiai fegyver, amely egy biológiai laborból kiszabadult. Lehet, hogy sosem tudjuk meg, hogy került ez most az életünkbe, de nem ez az érdekes. Vírus van, a doktornő itt mondta önnek a lázadtal, tisztelettel, hogy milyen szomorú események is vannak, és mi is hozzuk a számokat. Ezzel nem lehet mit vitatkozni. Úgyhogy tagadják, amit akarnak, ez hit kérdése is bizonyos kérdésben, de a munkahelyen nem. 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 Aki veszélyezteti a gyerekeinket, annak semmi helye a tanteremben. Nem. Nem, én úgy gondolom. És ebben mondhatják, hogy túl szögletes fejű vagyok. Igen, igen. Az a dolgom, hogy megvédjek minden szarosi embert, még ha esetleg nem tökéletesen vett példával is, vagy történelmi, hát mekkora kolerásunk van, emlékszik rá? Igen. Igen. Nem tudták hordnak ide az emberek, hogy miként van. Megértem azt is, hogy némelyek eltitkolják, hogyha kölyögnek, vagy valami jelük van, mert jön karácsony, és a jövedelem is kell. Csak ezzel borzasztó, hogy kárt tudnak maguknak és másoknak csinálni. Megértem azt, hogy valaki nem akar kórházba menni. Mert a kórház most nem igazi kórház, most járványkórház. És aki bekerül a kórházba, egyébként is nem vírusos, az se szívesen. A Gyuri bácsi telefonált nekünk, hogy védjük meg magunkat, mert nem kell kórházba kerülnünk ilyenkor. És ugye megérti sok ember, hogy elhasználja inkább azt a epe problémáját, vagy éppen fül problémáját, most nem zaklatja az orvos társadalmat ezzel, igen. Mert ha elmegy egy szakorvosi valamire, vagy egy kórházi valamire, akkor ő fél attól, hogy a váróban betegekkel találkozik. Én nagyon köszönöm azt, hogy megértik a házasorikat, és őket is nagyon hálásan köszönöm a munkájukat, mert és a mentősöket is még sorolhatnám még, mert ők állják a sarat, mint a bolti eladó is, és a pénztáros is. Igen. Szóval ki vannak téve minden percben. Nagyon gyorsan hozzáteszem a polgármester úr előző mondata közben, nehogy a önkéntes etimológusok valamit keverjenek kis fejükben, hogy amikor azt mondta a polgármester úr, hogy mekkora kolerásunk van, akkor a szarvas régmúltjában létezett kolera járványok kapcsán két kolera temetőre utalt a régmúlt időkből. Ezt nem jutalak a történelmünk ez, van, így a város így történelme. Van. Szóval voltak tragédiák, én ezzel csak megint van, azt szeretem mondani. Köszönöm, hogy odafigyelt rám. Ugyanis a következő, szóval ennek a városnak az életében voltak tragédiák, és pontosan betegség miatt, nem koronavírus miatt, hanem más miatt. Hát szóval szívszorongató, mikor ilyen tragédiák vannak, nekünk meg kell tudnunk magunkat védeni. Semmi példa nem arról szól, hogy valakit szidunk, ehhez hasonló, hanem arról van szó, hogy aggódunk és féltjük egymást. Ha ezt valaki nem érti, akkor ezt nem tudom megmondani neki, és aki tagadja a vírust is, rendben van, ez magánügye, de a közhelyen dolgozik, tehát közszolgáltató, akkor pedig kéretik, hogy tartsa be, és vegye igénybe, hogy az orrába piszkálnak egy picikét, steril eszközzel, úgyhogy ezt el kell tudni viselni. Én úgy gondolom, hogy azt is meg kell fogalmazni, hogy felelős mindenki, aki nem hord maszkot. A többiek sorsáért. Aki fertőzetten jár munkába, felelős mások betegségére. Aki nem tartja be a karantén szabályt, az is felelős a nagy közösség előtt, mert akkor nem tartotta be, és ő másoknak este szenvedést, betegséget, hányadhatást és eltántan tragédiát okozhat.
Sok minden nincs leírva, de az orvosaink elmondják, kérem figyeljenek oda. És akkor a minap hallgattam, nem hoztam el, de elhoztam a szemlebeszéletemet. Hallgattam a hallgattam reggel valamikor a szemelőző egyetem dolgát is, és tájékoztatását, szóval sok bölcs orvos azt mondja, hogy aki nem pozitív gondolkodású, az magának, magában tesz kárt. Tehát nem szabad depisnek lenni, nem szabad csak a problémáról beszélni, hanem az úgy kell hozzáállni, hogy van, és meg akarom magam védeni. De aki azt mondja, úgy is az lesz, ami lesz, ezzel át magának is. Pszichológusok állítják, hogy sok a pszichés megbetegedés. Sajnálom, a vírus elmondta igen. Után, arra számítanak amerikai és a világ tudósai, hogy a pszichológiai, tehát a pszichés megbetegedés hosszú éveket vesz igénybe, hogy kiheverjük. Tudnik, tudatunkat is torzítja ez a betegség. Mentális kezelésre szükség van. Most bocsánat, Sanyi, nem szakmáról beszélek, csak amit hallottam, és úgy gondolom, hogy nem követek el hibát, azt mondom, hogy mentális gondok is keletkeznek, és gyógyulást hosszú időt vesz igénybe, és gyógyításra szükség. Tehát ha nem a vírussal fogunk küzdeni, hanem a depressziós, vagy a hangulatbetegséges emberekkel lesz gondunk. Jó. Nézzük meg, mit szereztem. Ez pedig azt jelenti, hogy a szociális munka frontján és egyéb helyeken azon munkatársokra, akik nagyon jól ismerik a segítő beszélgetések műfaját, egészen bezárólag a lelki elsősegély frontján dolgozókról nagyon nagy felértékelődik majd az ő munkájuk. Igen. Ez tényszerűen. Akkor most kérünk egy kis szünetet, innen folytatjuk. A szünet előtt megismétlem, hogyha kérdésük lesz, akkor hívjanak minket a 66-400-es telefonszámon. Jani, most jöjjön a szünet. Milyen tragédia volt még a városi életében, milyen járványjal kapcsolatos volt? Volt a spanyol látha. Spanyol látha. Szóval az is megtizelt a lakosságot, és a kolera is. Nem szeretném, hogyha ennek külön temetője lenne szarvason, ennek a mai időszaknak. Nagyon kérek mindenkit, hogy a szívecsücskében, az eszével, józabb parasz eszével gondolja át, és ügyeljen, és tudja, hogy mikor egészséges, mikor beteg. Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra. Köszönöm, és pár percben visszajövünk. És itt vagyunk a folytatásban, kedves nézők, hogyha kérdésük van, akkor hívják a 66-400-es telefonszámot, vagy javaslatuk. Igen, azzal a példabeszéddel zártuk azt megelőzően, hogy hát azért voltak szarvas történetek, amikor majdnem megköveszték, meg nagy vita volt, és testediket is megtámadták nem egyszer. Hogy? Azt mondja, mi is volt, az a Pest is. Igen. Az Ivóízbe, ugye volt értékes házat. Szóval voltak itt a Pest is, nagyon sokan megtizedelte a várost, és a spanyolnátha volt még ott. Igen, az pontosan, az azért volt az országra nézve rettentő csapás, meg egész Európára, hogy pont a világháború legvégére csapott be. Igen, és akkor volt a tüdőbaj az 50-es években, nagyon sokan meghaltak, mert ugye nem tudták a higiénis szabályokat, hogyan kell betartani, többek az a szirénbe a férfi szabók köhintettek kettőt, elütötte a vérüket és megfulladtak is vége. Igen. Mert a nyomorbetegség volt a tüdőbaj annak idején, és apámnak hál' Istennek sikerült túlélnie. És ugye visszatérve azzal a példabeszédre, amit mondtam, hogy ugye megérkezem hétfőn, de közben voltam piacon, szétnéztem, és nyilvánvalóan az emberek ugye a saját szabályt is be kell tartani, hogy valahova érkezik, akkor előtte 50 méterre föl kell vennie. És voltam az egyik boltba is ott, meg kenyeret is vettem, és hát kocsiban rajtam volt a maszk, és akkor kiszálltam, ő pedig ott ment a lépcsőházba, és odaszól nekem, hogy leprásnak nem kell maszk. Nem tudom, ezt kire mondtam, mert ugye nem hiszem, hogy leprás vagyok, kettő pedig, ha ő hagyja magát, szóval, kedves szarvasiak, ha ebbe indulatot keverünk, amely nyilvánvaló, hogy most már féltés kapcsán, szóval lesznek még marakodások is egymás közt, családon belül is ezzel kapcsolatban, hogy ki nem vigyázott és kiszedte össze, és a tragédia, akkor bűnbakot fognak keresni. Óvonok ettől a dolgoktól, hogy,
hogy hiszteródi módon viselkedjünk ilyen dolgokba, mert az nem használ az ügynek, az a vírus segíti csak, hogyha még pszichésen is torzítjuk magunkat. Erre próbáltam itt a tapasztalataimmal utalni erre a dologra. Csak a féltés, nem a sértegetés. És ha valaki ebből hírt csinál, el is visszatérek majd, akkor az az ő baja, és hogyha valaki így hagyja magát ugrasztani, és nem saját véleménye van, akkor az nem jó dolog. Mert tudják, a józan paraszt emberek mindig megvolt a saját vélekedése. Mondhatott bárki bármit, mindenki megvolt a saját vélekedése, a bölcsessége. És ez nagyon jó dolog, és ez nem visz tévútra. Tehát óvatosság, óvatosság. Nos, a Szemleves Tudományi Egyetem megcsinálta, azt mondja, hogy információ a COVID-19 szünetek esetén mikor mit kell tennünk. Hát most nem olvassuk ezt föl, de hogyha lesz ideje, akkor még a héten azért ezt úgy taglalják már ki a kedves szarvasiakkal, jó tudni róla. Egyébként, aki meg akarja szerezni, akár a Szemleves Egyetem honlapján megtalálja ezt az irományt. Nagyon sok professzor állította össze, és nagyon hozzáértő, kiváló magyar szakemberek. És írtam még a rektor úrnak, hogy ha lenne szíves még, akkor a házi karantén szabályait is, mert az sehol nem taglalják. Hogy hogyan kell viselkedni, és mint ahogy elmondtam már a múlt héten önöknek, megírtam a Védelmi Bizottságnak is, hogy kettő dolgot nem tartok igazából jól tájékozottnak, a házi karanténnal kapcsolatosan, mert még valami volt, hogy hogyan kell eljárni, hogyha családtag dolgozik, és milyen szabályokat kell követni. Egészségügyi szabályokat, nem törvényeket, nem jogszabályokat, hanem egészségvédekezés szabályokat. Nekem az a szándékom, ezzel is beszereztem ezt, ahogy megjelent nálam volt már, mert ezt nemrég csinálta a Szemleves Egyetem, Magyarország leghíresebb és Európában is, a világban is elismert egyeteme. Kiváló szakemberek vannak, nem hiába a kormány védekezését is nagyban segítik. Ezt akkor majd át fogom önnek adni, és akkor kérem, térjek meg vissza. És akkor döntések előkészítése, képviselő hölgyek, urak, erre utaltam azt, hogy nem tartunk képviselőülést, mert ott is a kontaktusok számát csökkenteni kell, képviselőket is kértem, hogy ritkában jönnek be, egy telefonozzanak csak elsősorban. Viszont van munkatervünk, és azt a munkatervet én be akarom tartani, lehet, hogy nem ez annyi, mert közben, ha valamely fontos, akkor magamnak el kell döntenem. A kollégáim előterjesztik, és határt hozok, hogy ezt meg ezt, ezzel alá kéne a szerződés, meg stb. Felős ez meg amaz. Tehát testületülésre a napi rendeket úgymond ki fogom küldeni, ha azzal kapcsolatban véleménye van a képviselőknek, akkor azt tanulmányozzák, és egy hét áll rendelkezésükre a decemberi tervezett, de ugyanakkor elmaradó és betiltott testületülések miatt vélemény nyilvánthatnak, és akkor igyekszem majd földolgozni a véleményüket, és figyelembe venni a döntéseknél, amelyet természetesen továbbra is egymagam vagyok felelős csak, mert a törvény így rendelkezik. Tehát testületülés nem lesz, bizottságülés nem lesz, és arra is intézkedtem, hogy a tiszteletdíjat nem vonom el, mint ahogy elkezdték már jó pár helyütt, ugyanis a képviselőknek azért járjunk a kerületet, és listát állítottam össze minden képviselőnek, 1-2-3 kivételével, nem tudom pontosan mi ezért, és mit vállalna, de úgy a kétharmadnak azért megcsináltam azt a megbízást, hogy miben képviseli a képviselőtest a várost és a beruházást, vagy a tevékenységet, úgyhogy mindenkinek van a féle vállása, felkérése, megbízása. Ez annyiban más, hogy a hivatalnak persze vannak meg, van műszaki elnő egy beruházásnál, de hogy odafigyeljen a gazda szemével és ott legyen minden tárgyaláson, erre fölkértem. Mondok egy példát, mondjuk a Kis Attilát felkértem arra, hogy foglalkozzon a foci beruházásának ügymenetével is segítse az Egyesületet. Aztán személyesen fölkértem őt arra, hogy a Honvédelmi Sportközponttal is szintén ő foglalkozzon, ráadásul a kerületében is van. Aztán hasonló módon a karatésok beruházását tekintse el, és még jó pár ilyen feladatot tűztem hozzá, többek között a sportcsarnokok használtának lehetőségeit, meg kihasználtságát. És a hivatali dolgozók is megkapták, ugyanúgy kell előkészíteni minden anyagot, mert azt hiszem, hogy december 20-ig minden kérdésre. Igen, időpontot nem emlékszem, hogy csináltam már itt. Tehát úgy néz ki, hogy ez az időszak, nem tudom megbecsülni, meddig fog tartani. Szóval ezt a rendkívüli nehéz jogrendet, ezt valószínű, hogy az oltóanyag és annak elterjesztése, a védőoltások elterjedése fog valami időpontot mondani. De mintha nagyon bizonytalanok a hírek még,
ezért nem tudok én sem mondani semmi különöset. A hivatal teszi a dolgát úgy, tehát ami a munkatervben benne van, akkor azt elrendezzük, és a féle testvetés formában előterjesztik nekem, és akkor megkérem a képviselők véleményét, ők interneten elküldik, és akkor összesítik, és akkor, hogyha van lényeges, vagy javítás, vagy ötlet, akkor vagy meglátom, hogy milyen lesz, be fogok önnek számolni róla, hogy akkor hogyan nézték át a képviselők, és hogyan vélekedtek a hivatal által előterjesztett anyagokat illetően, a döntéseket illetően. Ugye eddig az úgy volt, ahogy mondtam önöknek, hogy mi észleljük, hogy mi a fontos, mi a lehetőség, merre kéne menni, kikalkuláljuk, megnézzük, leírjuk, megcsinálja a hivatal nekem, tehát adom az utasítást, ők visszahozzák, kidolgozzák, kijavítom, visszamegy, kijavítják, és aztán megy a bizottság és a testületel is. Ott pedig előadjuk, hogy akkor szíveskedjenek erről, és ebben így dönteni, ezt javasoljuk, aztán vagy elfogadják, vagy nem, és ezt visszakapom végrehajtani, aztán csináld is meg, Babák Miska. Na, ennek ez a természetrajza, jó, ha tudják. Úgyhogy tiszteletdíj nincs elvonva, más dolga is van a képviselőknek, többek közt telefonoznak, meg panaszokat vesznek föl, továbbítják hozzánk, tehát neki vannak területbejárási dolga is, és akkor így fog működni. Pénzügyekkel megyünk. Hajtunk egyet, ha valamit nem értenek, most telefonálnak azonnal, amit mondtam előzőleg, vagy bármi kifogásuk van, ellent lehet mondani, úgyhogy tudják, jó, hogyha konszenzus van a dolgok mögött. Mert nem kinyilatkoztatni jöttem, ezért beszéljük ki, és szóval körbejárjuk a kérdést. De az idő meg nagyon siet. Volt egy utasításom, amit kaptam a testülettől, hogy pályáztassam meg a... Ezt is magunknak adtuk ki, de a testület ugye hatalmába foglalta. Közbeszereztetük az energia szolgáltást, értesít engem az új szolgáltatónk, hogy örömünkre szolgál, hogy megtisztelte a társaságunkat a szerződéskötéssel, és ügyfeleink között tudhatjuk, írja nekünk ezt a NKM Energia ZRT. Úgyhogy megvan a energia vásárlásunk helye, közbeszereztetni kell minden évben, elintéztük. Nézzük, mi a következő. Ez mi is? Ja igen, kértünk lehetőséget arra, mert az egyik multinacionális cégünk nem meggondolta magát, és elvisz 130 millió forint adó befizetését. Ugye befizette már, ez ugye nem pénz, mi a forrásról kell gondoskodjunk, mert ugye a vállalkozásnál lehet, ugye a kicsinél azt nézni, mi van a kasszában, de a nagyobb cégek nem a kasszát nézik, hanem azt nézik, hogy bevétel, kiadás, és hogy milyen kötelezettségek vannak. Nos, nem viszi el a pénzt per pillanat, magát a pénzt, mert be tudja majd előre befizetésnek, de valójában ez a pénz úgymond olyan hitelként van nálunk, vagy előlegként van egy adóra majd, ami később lesz, egy-két év múlva, vagy a jövő évben, akkor meg nem fog fizetni majd, amikor kiszámolja az adóját, és leellenőrzik. Tehát szóval pénzforgalmilag, likvid oldalról, tehát a cash, a fizetésképesség oldalról, az nem befolyásolja ez a multinacionális cég döntése, de ugyanakkor forrás oldalról, hogy ez nem egy olyan pénz, ami úgy van nálunk, hogy ez a miénk, hanem az övé, csak előlegként van itt, tehát likvid oldalról megvan, de valójában nincs meg. Csökkent a felhasználható forrásunk. És akkor megírtuk ezt a belügyminiszternek, meg a pénzminiszternek kellett megírni, és azt mondta, hogy 2021-ben kérhetünk majd valamit, de 2020-ban nincs mód arra, hogy támogassák a kérésünket, úgyhogy ez nem jött be. Igen. Akkor kaptam egy értesítést a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtól, hogy XY tárgyat olvasom föl inkább, hogy az NTAK-ban nem regisztrált szálláshely szolgáltatók ismételt felszólításnak kezdeményezése a városnál, ugyanis nekünk kell felszólítanunk, ha valaki idegenforgalmi szolgáltató, szállásadó, de ebbe az automata rendszerbe nem jelentkezett be, úgyhogy itt van a papír róla, hogy szólítsuk föl. Kérem önöket, hogy az ilyen gazdaságügyeiket azt intézzék a adóhatósággal, mindenféle adatszolgáltási helyjel, mert utána van, amelyiknél nekünk kell küldenünk ilyen kellemetlenkedő levelet, de semmi közünk Isten igazából hozzá.
ugyanis azt, hogy miért tartják nyilván, és miért kell ebbe a rendszerbe részt venni, ez nem a mi ügyünk, ez állami ügy. Csak minket kérnek fel, hogy szekáljuk önöket, hogy bocsánatot kérünk, ha megy a hivataltól ilyen papír, kötelességünk a jogszabály szerint megtenni azt, hogy felhívjuk a figyelmüket, nem teszik a maguk dolga. Hozzáteszem azt, hogyha valakinek adótartozása van képviselőnek is, vagy bizottsági tagnak, az APEC nekünk ír, hogy gondoskodjuk, hogy rendezze az adóját, mert akkor nem lehet képviselő, meg bizottsági tag. Az elő szokott fordulni egyébként többször, hogy valaki nem rendezze adóját munkával vagy vállalkozásával kapcsolatban, és akkor határidőt szab, úgyis a törvény szerint, akinek adótartozása van, közfeladatot nem láthat el. És hát ebben az évben is érkezett nem egy. Külső bizottsági tag esetében és képviselő esetében is jöttek ilyen felkérések. Ezek persze személyiségi jogot sértenek, elmondom nevét, adótitkot sértene, de hát névre szólón kapom a papírt, hogy kedves polgármester úr, megcímezve a nevemre, tisztelt képviselő, hogy nem fizette be az adóját. Intézkedjen, mert különben be kell jelenteni, hogy nem töltheti be képviselői mandátumát. Aztán van egy másik pénzügyi kérdés. A kistérségnél tudják, az a helyzet, hogy van egy elnöke, Brolázs János elnök úr, aki a kistérségi társulásnak elnöke, és ki kell szolgálni a városnak az egész járás kistérségi ügyeit. Nyilván, hogy ezek ára is van, és be is fizetik a többiek. Ebből szokott vita lenni, miért ennyi, meg miért amennyi. És a város gondoskodik, nekem kell igényelnem a kistérségi intézményekhez a normatívát, és nekem kell elszámolni. Ezt a Jamblik Ramóla könyveli meg, a papírmunkáját végzi, meg kiutalja a kistérségnek, mint egy plusz intézménynek, még az emberei közül is nálunk vannak jó páron. És ezt az egész ügyet intézi dr. Melis János, aki különben a város jegyzője, intézi több településnek a közösségi ügyeit, de csak igen, a kistérségi társulás ügyeit, és Jamblik Ramóla, jó magam, és még a hivatal dolgozói is. És méghozzá büntetőjogi felelősséggel, anyagi felelősséggel kell rendeznünk. Ez körülbelül most ebben az évben 1 milliárd forint körül összeg, 801 milliárd, 1 millió, 2 millió, több pályázat van. Még ennyi ügyel még foglalkoznunk kell a város ügyein túl. Mint mondtam, címzetes főjegyzőnek, Ramolának, aztán a polgármesternek és a hivatal dolgozóinak. Megállapodtunk az asztali tenisszel, hogy megkapja és elszámol a 500 000 forintos támogatással, aláírt a igen, személyi Árpád elnök úr, Szarvasi Körös asztali tenisz sportegyesület vezetője, 500 000 forintot biztosított számokra a képviselőtestület. Hasonló módon a handball, a kézilabdások, ők is kaptak 1 500 000 forintot, amelyel elszámolási kötelezettséggel tartoznak. Igen. Ezek voltak a pénzügyek. Vagyongyarapodás, ugye a következő? Milyen pontosan? Nézzük, hogy miben gyarapodott a város. Úgyhogy két ingatlannal gyarapodtunk, a volt tűzoltósággal kapcsolatban, ugye elmúltkor referáltam, hogy van már döntés a bérleti díjról is, meg mindegy másról csasztombandék fogják használni, művelési ház és a néptáncosok. Az épület kicsit rumlis, de majd szerzünk hozzá valahogy pénzt, meg vergődünk vele, hogy felújítsuk, de különben jó helyen van, és tetszett a szervusznak is. Ez hát a volt tűzoltóság, és akkor a Kossuth-Lajos utcán mai kezdete meg mindenki által aláírt. Ez a tűzoltóság még nincs mindenki alá, mert mutatnám, múltkor a vállaposok nem írták alá. Igen. A belügyminisztériumban a katasztrófa védelmeit nem megbánta őket, csak ugye ők azért hosszabban intézik a dolgot. Viszont a Kossuth-Lajos utca első ingatlana az a társasház, amely régen valamikor az óvóképző szolgálati lakása volt, ingyenesen a Szarvasváros tulajdonába került. Hogy mennyit kaptunk, mert neki már tudom a szerződés szerinti árát. Nettóba a lakás az becsült forgalom értéke 130 millió 400 000 forint, és vannak még melléképületek is, amely nem jól mondtam. Az egész így 130 millió forint, a nem lakóterület és ingatlan az 111 millió 986 plusz áfa, és a lakóépület az pedig 115 millió 291, és valószínűleg ez az összeg a becsült forgalom érték 130 millió forint szuzámen. Ugyanígyvel gyarabott a város vagyoni helyzete, és igen, még majd beszélek majd a számokról, volt tűzoltóság esetében is. Igen. Ugye nyilvánvaló, hogy bérlakások maradnak,
és hogyha ürül, akkor lesz ide érkező pedagógusnak, vagy tudósnak, tanárnak, tudunk biztosítani ezen a helyen. Ezzel terhet is átvettünk, mert ezt majd idővel ugye karba kell tartani, szinten kell tartani, de egy frekventált területen lévő épületről van szó. Jó. Ugye megérkeztek a nagy papírok, rengeteg papír, és képzeljük el, minden oldalt alá kell írni. Ahol aláírtam, ott is alá kell írni, hogy van itt ezen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aláírás egy lapon. Jó bürokráciával jön. Na, szóval akkor ez a vagyongyarapodásunk, és akkor van egy másik vagyongyarapodásunk, mégpedig a Virágos utca és az Arbitum utca sarkán lévő ingatlant megvásároltunk, jövő májusban kapjuk tulajdonba. Ez a Csücsökben lévő épület, a tulajdonos eladta. Most a hasznosításáról nem mondok semmit sem, mert ez még a testület kompetenciája. Mindenesetre fontos város célra kívánják igénybe venni, és Szarvasváros testülete megvásárolta. Tehát vásároltunk és kaptunk két ingatlant. Még ezen kívül várunk ebben az évben ingyenes tulajdonbaadást. Aztán sajtóhír készítői álhírek. Szóval itt megint azzal kapcsolatban szeretnék önök referálni, hogy ugye telefonáltak nekem több, hogy Misi, tudja meg, polgármester, tudja meg, hogy ki keverik itt mindig a bajt, meg kik pellengérezik ki, meg miért ragadnak ki szavakat, és csinálnak országos hisztit, és hogy hogy kerül ez egyáltalán mondjuk Budapestre, az ATV-hez, vagy valami, vagy nem tudom melyikhez. Most legújabb a Indexhez került. És mi a szándékuk ezzel? Ezt a kérdést én is föltettem, nekem is föltették, hogy mondja meg, mi a szándék annak, aki ilyen bajkever és rossz hírünket kelti, mert félremagyaráz dolgokat és magyarul álhíreket csinál. Hárman voltak nálam már, listát hoztak, hogy ki a hármas lista. Három főt jelöltek meg. Nem fogom nekem elmondani, hogy kitől tudom, az sem, hogy mennyire veszem komolyan. Nincs jelentősége. Hogy mi a szándék és mi húzódik meg mögötte, ez is érdekes, de ezt önökre bízom, hogy fejtsék meg. Szóval most békeidőnek kell lenni, mert választások itt 2022-ben lesznek, az országosi választások. És 4 év múlva lesz helyhatósági választás. Úgy, gyakorlatilag addig, vagy arra készülve, nem tudom, de vannak különböző mozgások, amelyek nehezen érthetőek. Aztán vannak mindenféle adatkérések, meg sajtótájékoztatók, mellébeszélések, hogy mi a szándék. Hát egyet azért igyekeztem megfejteni, ugyanis a legutóbbinál, az Indexnél, mikor itt jutalmamról volt szó, amiről nincs döntés, nincs félretéve sem, és magam nem dönthetek a rendkívül helyzetben, és különben sem döntenék, és sosem szoktam ott lenni, és semmit se kérek, úgyhogy ez teljesen álhír. Olyan sincs, hogy félrerakva, mert a államháztartási törvény szerint és az önkormányzat törvény szerint nem így működik az önkormányzat transzparenciája és a költségvetése sem, és a pénzügyei sem. Ahogy az egyik képviselőtársunk ezt előhozta, és az Indexnek tálalta. Ugyanis azért merem kimondani a nevét, mert nem titok, nem én írtam le. Van egy hír, megszorításokért jutalom a polgármesternek. Így néz ki, Index írta. Hogy látszik jobban. Így talán. Igen. Ebbe két helyen emlegetik Samu Tamás Gergő közösségi oldalát, és a másik Samu Tamás Gergő helyi önkormányzati képviselő kitért arra, és stb. Stb. Tehát van. Van név is. Ez azért nyilvános, mert az Indexen megjelent. A többiről megbeszélnek, meg pletyi. Megmondom őszintén, hogy szóval én nem háborúzni jöttem ide, és ezt csinálom hosszú évek óta, hanem dolgozom, és igyekszem önöket szolgálni. De hát valaki itt mindig háborút akar keverni, és ugye, ha nincs hír, akkor csinál hírt, ez a manapság divat, mert álhíreket keltenek Magyarországról is, aztán a Budapestről, aztán a Szarvasról is, csak ez kinek jó. Ezek a kérdések önök válaszoljanak meg. És akkor megnéztem, nem szoktam, soha nem néztem még meg, megnéztem, hogy ki miből él. Két esetben a másikról majd később fog beszélni. Megnéztem, hogy ki miből él. Rajta van az interneten, tehát önök is levetik bármelyikünk vagyon nyilatkozatát. Hogy kinek milyen állás halmozása van, és miből él, ki a megélhetési politikus. Hát szóval egy ember, akinek a neve említve, megnéztem. Hát elmondom önöknek, hogy mi volt eddig a jövedelme januárban. Január 21-én
Azt mondja, megyei közgyűlési képviselő. 160 ezer forint. Nem én mondom, le van írva, és nyilvános, önök bármikor lapozhatják. És akkor mi okozza a gondot nála? Hát van neki helyi képviselőtestületi tiszteldíja is. De ezek nem munkaviszonyok. Viszont megszűnt egy munkaviszonya, az pedig a képviselői asszisztens országgyűlési hivatala a munkahelye. Ez még 350 ezer forint volt, most megszűnt. Kedves STG, ha ír így, akkor dolgozzon. És ezt szeretném mondani, hogy két képviselő kivételével, bár neki, a másiknak van cége is, mert két urat néztem meg, van tisztes polgári foglalkozása és megélhetése. Magyarul foglalkoztatott, munkavállaló, és bérrel jövedelme rendelkezik. Neki nincs. És van egy másik, akinek szintén nincs, hanem közpénzből van, egy egyesületnél pénze, de ezt tekintsük munkahelynek, igaz, hogy egyesület és közpénz költ el. Egy van még ilyen, de van több vállalkozása, többek között három. Mert akinek van vállalkozása, az nem megélhetési politikus, tetszik érteni. Csak amikor most berzenkedem magamban, mert miért ne tehetném, azért gondolják el, amikor engem éveken kezdve azzal támadtak, hogy álláshalmozó. Itt ugye STG-nél nézzük csak meg, országgyűlési 350 ezer forint és két képviselőség. Aztán az más kérdés, ez hogyan intézték el maguk és hogy ki miként, de munkahely nem is volt és nem, nincs is. Szóval őneki meg három volt eddig az elmúlt évben. Három. Aki az álláshalmozó. Szóval a hazugságok azok hamar lebuknak. Szóval kár félrebeszélni, meg irigykedni is. Talán dolgozni kellene. És jöhet be, képviselnek, és tegye a dolgát. Úgyhogy ezt mindenféleképp el akartam mondani, mert néha az embernek úgy picit bántja a csőrét, hogy mit berzenkedik ott valaki, és miért beszél mellé, és miért küldözget az Indexnek mindenféle dolgokat. Hát itt van. Nem tartom jónak. Etikusnak sem. Hétköznapon nem illik hazudozni, meg rossz májuskodni, meg irigykedni. Nagyanyám mondása, az irigységtől nem leszel gazdagabb. Ha becsületes akarsz gazdagodni, akkor dolgozzál többet. Legyél ügyes, de dolgozzál többet. Nézzük a szociális ügyeket. Megkérdeztem, hogy ugye mi nem zászlókat tűzünk csak ki, hanem támogatjuk, és már ebben az évben 27 gyermekünknek a szülei kértek életkezési támogatást. 27 gyermek kapta meg ebben az évben idáig. Biztatok mindenkit, akinek gyermeke született, az jelentkezési papírt kell kitölteni, és a mi gyermeké, vagy neki, a mi gyermekünknek, az ő gyermeküknek 100 ezer forintot átutalunk. Ebben az évben 2 millió 700 ezer forintot fizettünk ki újszülöttek életkezési támogatására. Így nekem Horváthi dr. Kepensejt aljegyző és Ideg Éva szociális ügyintéző. Ez jó dolog. Szeretném felhívni az ösztöndíjakra, hogy a múltkor ugye beszámoltam arról, hogy hány döntést írtam alá ösztöndíjra. Van az egyikben egyetemistáknak ösztöndíj, beiskolázás ösztöndíj, aki helybéli iskolába iskolázva, akkor 50 ezer forintot kap. Aztán szeretnék említést tenni a helybéli segítségekről, azokról, amelyek ilyen hétköznapi élelmiszerben, amelyek ezt nem beszélek most, de azért a telek, ez is van lehetőség, hogy családot, lakást akar építeni, van lehetőség. Érdeklődjek, a minap kaptam, hogy tatarozásra van, nincs sajnos, nincs. Azra vagy viszont van egy állami jó pályázat, aki gyereke van, az a tatarozásra is kap, azt hiszem 3 millió forintot, de ez január 1-től jön, tehát tatarozásra is ez pénz. Kérem, ezt nem az önkormányzat adja, nem nálunk kell kérni, hanem erre megjelenik a jogszabály. Az építésre meg azért nem beszélek, hogy mennyi lesz az áfája, meg milyen támogatást kapnak, mert ha valakinek itt valami információm szükség, akkor a kormányablaknál, vagy pedig a szociális dolgozó kollégáimnál érdeklődjenek, de nagy családosoknál meg van még jó pár hely, ahol úgy ezeket át lehet járni. Még a pénzintézetek is elmondják, mert bonyolítják ezeket a pénzügyeket, hogy hogyan lehet családot alapítani, hogyan lehet tanulmányhitelt fölvenni, hogyan lehet lakást tatarozni, és sok egyéb mást. És ha valaki házasodni akar, akkor milyen szociális segítséget kap. Nézzük egy kicsit a közterületeket. Azt mondja, hogy
Oltyán Sádor rendőrezredes úr, rendőrségi főtanácsos, kapitányság vezető írja azt, hogy Békés Szentanás Szarvas Csabacsi Dörményikút Kardos Kondoros településre vonatkozóan 2020. november hónapban személy sérüléssel járó közúti közlekedési baleset nem történt. Hála mindenkinek. Ha jó Isten segítsen mindig hozzá, hogy nálunk itt senki se sérüljön, nem csak Szarvason, hanem a járásunkban is, írja ezt Oltyán. Igen. Valószínű, hogy most voltál olyan hónap, mert ilyen papírt én nem láttam. Meg én nem is emlékszem ilyen papírra. Nézze meg, szóval az igazság. Igen. Mindig volt valami apró dolog, igen, de hogy egy hónapban semmi nem történt, ahol sérülés keletkezik, úgyhogy büszke vagyok önökre. Ezt kérem, majd olvassa föl, ez a fontosabb. Jó, ezt a... akkor nézzük a következőt. Erzsike, dr. Pecsenyi Erzsike, úgymond munkaköri, azaz testületi kötelezettsége a közlekedés biztonsága foglalatoskodni, bocsánat a munkaköri kötelezettségért, megbízása van rám, törvény megbízása, mondta azt, hogy át kell egy kicsit megint alakítani a lejelző lámpákat. Erre én kértem szakvéleményt, és a jegyző úr így nyilatkozott. Szakértő bevonásával. Tehát közlekedési jelzőlámpák működésével kapcsolatos panasz dr. Pecsenyi Erzsébet önkormányzati képviselőasszony részére. Tisztelt képviselőasszony, a szarvasi közlekedési jelzőlámpák működtetésével kapcsolatosan írt levelére az alábbiakról tájékoztatom. Az ön által javasolt időpontok szinte alig térnek el a jelenlegi működtetési időpontoktól, amelyeket a jelzőlámpák tulajdonosa, kezelője a forgalom nagysága szerint állított be, figyelve a napi járműszámokat. Az ön által jelzett időpontban, amikor ön a sárga villogó üzemmódot kéri, sok gyalogos közlekedő van, akiknek a biztonságos közlekedése ugyanolyan fontos számunkra, mint a gépjárművel közlekedők biztonsága. Ráadásul a jelenlegi helyzetben a gépjárműben való néhány perces várakozás komfortosabb, mint egy gyalogos várakozása a hidegben. A működés változtatgatása a közlekedés biztonsági szempontból mindig veszélyes. A Magyar Közút Nemzeti ZRT-vel történt tavaszi egyeztetés alapján a jelenlegi forgalmi adatok nem indokolják számukra a jelzőlámpák üzemmódjának változtatását, hiszen akkor már megtették volna. Mint ön előtt is bizonyára ismeretes, a jelzőlámpák és azok működtetése nem önkormányzati feladat, így a működés változtatását csak javasolni tudjuk a közút felé. A szombat délelőtti működést is a jelenlegi forgalom nagysága indokolja, délután a forgalom csökkenésével és vasárnap folyamán már sárga villogó üzemmódban működnek a jelzőlámpák. Szarvasváros önkormányzatához a tavaszi időszakban érkezett javaslatok, kérelmek és panaszok alapján a sokkal többen kérték a működés visszaállítását, mint ahányan ellenezték volna. Természetesen az ön javaslatát szem előtt tartva a forgalom csökkenésekor ismét jelezni fogjuk a Magyar Közút Nemzeti ZRT felé a jelzőlámpák működtetésének változtatását. Köszönöm fentiekkel kapcsolatos jelzését. Szarvas 2020. november 25. tisztelettel dr. Melis János címzetes főjegyző. Igen, egyet azért összem elmondtak róla, persze nem lepasszolás az ünnek, hogy Szarvasváros befolyásolhatja közérdekből és az önök véleménye kapcsán a közútkezelőt, de ez nem a város tulajdona, nem mi építettük, nem mi kértük, adták nekünk, és úgy gondolom, hogy jó pár éven keresztül szolgálta a biztonságunkat. Nem vagyok biztos benne, mert először volt pauza, aztán utána megint a forgalom. És volt, aki azért állított meg, polgármester, csinálj már valamit, tudom, hogy nem a ti dolgotok, de hidd meg, hogy nem tudok kikanyarodni. Szóval, és aztán gyerek is szóltak, szülők is szóltak, most viszont a szomszédházból oda szólt Anuska nekem, hogy mi is csinálj valamit, nem tudok, annyi ideig kell várni, mint a zebránál. Biciklivel jár, és az nem jó. Szóval talán egy picit türelemmel kell, és a mások biztonsága sokat megér. Tehát nem akarom lepasszolni nekünk semmi közünk hozzá, én mindennek nekik megyek, hogyha úgy érzem, hogy ön az önök érdekét szolgálja, én bármely szolgáltatom neki esek, mert azért vannak bajok ebben az országban, mint ahogy mindig van, mert másképp képzelünk kell valamit. Visszatérve az előző ügyre, most gondolkodtam, míg ön olvasott, hogy szóval most nem kis stíroltam, de miután többen telefonáltak, hogy tudjam már meg ki az erre föl,
és azt hallották is, meg önként is, hogy három szemétől kaptam listát, három fős listát, kik azok, itt keverik össze-vissza a híreket, és hazudoznak össze-vissza, csinálnak. És miután egy megjelent konkrét név, tehát nem PC-ztem ki, tévedés lehessék, csak egy hét konkrét név jelent meg az Informátort illetően. Én megnéztem, hogy őt mi motivál, mert ugye az is érdekel sok ember, hogy miért csinálják. Hát szóval én azt tudom tanácsolni fiatal barátomnak, hogy talán ne az irítség oldalán menjen, a megélhetést, pláne gyerekes apánál, nagyon fontos dolog. De akkor ne a polgármestert szekáltassa meg, a városát járassa meg, hanem tanuljon, dolgozzon meg, tanuljon, és gondoskodjon a családjáról, és ne irigykedjen, mert eddig megélhetési politikus volt, sőt álláshalmozó. Ez pedig az én megjegyzésem volt, és bocsánatot kérek érte, de úgy gondolom el kellett mondani önöknek, mert felén megfogalmazottak a kibeszélősóban a kérdések. Telefonon is, meg írásban is kaptam. A többi meg nem érdekel, szóval nem érdekel, szülyeséget nem szabad mondani, hogy nem érdekel, hanem nem befolyásolja a hozzáállásomat. Mondtam, hogy ha nem veszik a kedvemet, az élt kedvemet, nem fog elfutni, nem fog kevesebbet dolgozni. Szóval, de ami nem igaz, az nem igaz. Szóval nem. Hazudni meg nem szabad. Mérítkedni meg még úgyse. Aztán törekedni kell. Szóval most jelen tudom mondani azt, amit mondott éveken keresztül, hogy bocsánat, de még ott ilyen volt, még az Európai Régiók Bizottság, ahol volt tisztességes napi díj, ahol járkált, és közpénző, vagy európai is pénzt költött, aztán volt egy másik beosztása is. Szóval volt, mikor 3-4-5 politikai meg... A politika az olyan? Egyik nap van, vagy a politika megy el fölöttünk, vagy mi megyünk a politika mellől. Hát most ez van, és ebből kiesett. Én megértem, hogy ez veszélyt jelentett a családjának, de ezt neki kell megoldani, ez nem közügy, tetszik érteni. Szóval a közügy az, hogy igaz-e valami, amit mond, és a vágyai, amit másokkal szem megfogalmazódik, hamaja felé esik, úgyhogy fejére esik, úgyhogy én nem javaslom, hogy mi egymást lejárassuk, mert ez nem lehet érdekünk. Építsünk, tiszteljük egymást, és szeressük, és ne kertsünk rémhíreket, meg álhíreket, és ne hasznosszunk. Az nem jó dolog. Úgyhogy hajrá, na a munkába, meg a megélhetésbe, mert az egy fontos küzdelem. Most találkoztam egy hölgyel, mondom, vége. Azt mondja, nem csak a munkából azért, de mondom, hidd meg, hogy azért nagy küzdelem a létbiztonságot illetően. Tudják, mi az, ami ennek a Covid-nak még következménye lehet? Én nem festem feketére az eget, mert akkor is meg fogjuk találni a megoldást, és a miniszterelnök sem teszi, a kormány sem, meg a képviselők sem teszik ezt, hogy ők pánikoljanak. De ennek lehet egy komoly gazdasági válság a következménye. Iszonyú következmény lehetnek. Tudják, hány munkanélküli van már a világban, Európában és Amerikában és mindenhol. Na most, hogyha mi erre megint föl tudunk készülni, mert mi akarjuk, hogy megéljünk és biztonságban legyen, és a legfontosabb az anyagi biztonság, akkor meg tudjuk valamelyest védeni magunkat. De még nem tudjuk, hogy minket mennyire fog érinteni a trauma. Mert lehetünk mi jó gazdaságilag, ha nem lesz fizetőképes kereset, tetszik érteni. Mehetnek most a termelés jól, és nem tudják majd eladni, akkor majd nem kellünk ahhoz a gyárhoz, meg üzemhez. És vannak országok, 2700 milliárd forintot költöttek ebben az évben, ha jól emlékszem, Franciaország vagy Oroszország, na most bajba vagyok. 2700 milliárd forint, tudják, nehogy forint, euró. 300 amelyikre beszélni. 2700 milliárd. Soha nem tudnak kijönni belőle. Úgy, mint mi itt kilódtunk az országban 1990 óta, hogy kijönjünk az adósság csapdából, mert ugye a szegény tehenet, az apadó teljes tehenet még jobban fejtek rá a bankrendszer, és most is akarja majd fejni. Szóval a lehetőség a hitelekkel nagyon módján, jó, lehet kapni most hiteleket, de biztonság, hogy vissza is tudjam fizetni, amit nem tudom visszafizetni, akkor akár magas kamatú, akár kicsi kamatú, az fölborítja az életemet. Ha nincs egészség, ha nincs, és ez a fontos. Egészség, munka, jövedelem, és megélhetés, és biztonság. Jó. Van beruházások jönnek? Nem, hanem megkértem a Termál Kft-t, miután ugye Volános volt, hogy nézze meg a helyi kihasználtságát, sokat látom üresen. Nem tudom, hogy szükséges-e. Önök véleményt is várom, hogy szükséges-e most a helyi járt, mert tudnám felfüggeszteni a közlekedését, akár 50%-os vesztességgel, hogyha most nem járnánk, mert nem vesz igénybe senki. Szóval nincsen szükség, hogy futkossassunk egy buszt, havi 1,6 millióért. Nem beszélek most a
a közterületeken történt rendcsinálás ügyében sok gondon a városban, építési bontási volt a Móra Ferenc utcában, megszüntették az engedély nélkül, aztán kocsik állnak össze-vissza, roncskocsik, Hajna utcában van, megint építési törmelék, aztán köztisztasági ellenőrzés sorra, ezt csinálta Laskó Péter, de gond van Tanyavilágban is, ott is van törmelék össze-vissza, meg szemét, úgyhogy zárt kell, póráz nélküli kutya a nyúlszukban, nem szabad, tessék megértenek szabályok. Illegális szemétlerakás első külkeretben, és sorolhatnám még, és vannak bírságok is, de sok esetben, többek közt Kóborebb, harmadik külkeretben a tulajdonos szóbeli felszólításra befogta a kutyáját és intézkedett. És volt, aki rendbe tette, tehát arról is beszámolnak nekem, hogy írásbeli felszólításra eleget tett a felszólítást. Köszönjük nekik. Akkor nem dolgozik a közterületeket, most mellőzhetjük, mert az időnk az mindjárt véges. És nézzük még, mi van itt. Igen, ez megint a közterületes és közlekedéshez tartozik, hogy múltkor említettem önöknek, csak nem volt nálam a papír, és az összegre emlékszem, 360.350 köbméter, 347 tonna illegális szemétlerakásra pályáztunk a belügyminiszter úrnál, 9.947.000 forintig csinálta Karsai Béla és csapata, remélem, hogy megkapjuk, és akkor még tudunk romot is takarítani, amit elhagytak, bár ne bízom benne senki sem, mert azért nem tudom, hogy hogyan van a kassa. Így van. Aztán egy fél éve tárgyalunk, és semmit sem mondhatok, hogy ma holnap megy, meg ma döntöttünk, az még nem biztos, hogy elindul a beruházás, vagy az építése. Egy fél éve tárgyalunk arról, hogy van egy cég, amely lecserélni az autóbusz megállóinkat, azért elég rossz a vásártér, óképzőt, meg másik, én félek, hogy összedől valakire, és reklámtáblát raknak a két oldal, ezért ingyenesen kapják a területet, és újat hoznak az autóbusz megállókból. Ezeket a meglévőket, amik nem rossz még, de itt van a Szabadság utcán, és az állomásnak azt kivinnénk külterületre, mert még tökéletesek, csak ide hoznak nagyobbat, és hát a üzleti érdeke azt kívánja. A Szabadság utcára mindkét oldalra, ott a Petőfi utcán és az OK-nál, aztán a Vásártéren, Csaba fele és a játszótéri oldalon, aztán a Vasút utca felől, és akkor még, hát tudom, ez a 40-es Békés Csaba fele jobb és bal oldal. Ja, igen. Oda menne még, és a Vastalmás két oldalán lenne új, tökéletesek, újak, szépek, de ki tudjuk vinni, mert van még az egy külterületen, másodokra jó lenne. Azt, hogy ezt most megcsinálják ingyen, mert akkor egy fitlét nem adunk, csak nem fizet béleti díjat, mert ő reklámoz, és akkor hoz egy újat, akkor lehetséges, hogy álljunk ilyen szerződés, nincs még benne döntés, de most már leírta nekem Karsai Béla, hogy letárgyalták. Érdekes módon ezek az emberek mezőgépnek hívják a Csaba felé esőt. Az óképző nem biztos, hogy berakadjuk oda a házalé. Igen, azért hívják mezőgépnek, mert úgy szerepel a volánnak és a menetrendjében, hogy mezőgép mindig azt írja ki az autóbusz. Akkor ezek onnan vették valami hülye nyilvántartásban. Bocsánat a kifejezésért. Kerékpártállalókban semmi javaslat nem érkezett. A múltkor itt kértek valami, nem tudom micsodát, kerékpártálló. Ma volt benne nálam a képviselő, mondtam, hogy ezt egy kicsit konkrétan megfogalmazva a kérdés, hogy 8 darab kerékpártállalók a busz megállók mellé. Ezt nem tudom, hogy gondolt. Pódahoskát, csak kerékpártállót, vagy talán gőzfűtést is, akkor ezt ugye próbáltuk megmondani, és megmondom, hogy meg lehet-e oldani. Közlekedésben gond van a sárfelhordásra a Mezőberény úton, az új szakaszon, 5 km szakaszon hordják fel a sárt, borzasztó nézett ki. Főjegyző úrral mentünk ki megnézni arra a beruházást, jó az út, jó széles, jó a patkája, Gyepmester térepet is megnéztük. Siratóban pedig a patka szét van, taposva nagy gépekkel, kamionokkal, az ott lévő gazdasági vállalkozások teszik azt. Egyébként a közlekedésről még arnyit, hogy a mostani úgy stabilizáció, ezt a képviselő jelentette nekem, úgy néz ki, hogy jó lesz, és szeretni fogják az ilyen zúdott köves terítési utat. Hát az lenne jó, hogyha tudnánk szerezni aszfaltot is, de még a városban is vannak ilyen útjaink, ahol nagyon el kellene. Volt rágcsálóírtás, szoktuk mondani patkányírtás, meg rágcsálóírtás, sok helyütt itt a papírja. Az összeg azt hiszem, hogy 100.000 forint körül volt. Én azt fogom kezdeményezni, hogy jövőre szarvasi vállalkozóval csinálják, mert jobban utolérhető, hát, mint egy vidéki. Van is ajánlatom, csak hivatalnál is elcsúszott. Beruházásokról szeretnék beszélni. Hát most lehet, hogy örülni fog családi képviselő, megbocsásson, de ő ugye még csak azt sem szavazta meg, hogy keressünk egy tervezőt.
Most azt mondta, hogy van egy papírlapunk, amire valamit egyszer skribolt valaki 5 évvel ezelőtt. Akkor nem lett rá pénz, kész, jó napot. Eltettük. De hogy demonstráljuk, hogy mik lehetnének, Torcsanyi bedobott egy ilyen régi rajzot, 5 éveset, és ideges lett ő, és nem támogatta még azt se, hogy válasszunk egy pályázat írót. Aztán azt se támogatta, hogy megbízzunk egy nyertes pályázat írót, és majd amikor kiírják, akkor majd készül egyet. Ő már semmi nem kell, semmi nem jó. Mondtam neki, hogy és akkor mi a kérésed? Hát kell fasor, kell út, kell járda, kell közvilágítás, kell pad, kell játszótér, kell ez meg amaz. Mondtam, jó. És mondom, miből? Tudnék az igazság, hogy szóval nem ész kell a pénz elköltéséhez most, hanem nekünk rengeteg eszünk van és igényünk van. Minden szarvasi tud szépeket álmodni, én is, hanem pénz kell hozzá. Ennyire egyszerű az egész. Szóval úgy lehet kérni, hogy valaki azt mondja, hogy hát nem tudom, old meg. Szóval ezt nem vállaltam, bocsánat, erre nem köt az eskü, hogy varázsoljak, vagy lottózzak és hozzak onnan pénzt. Szóval valószínűleg örül, a Kacsató projektje több megfontolás miatt nem akarok nagyon belemenni. Valószínű, hogy most az áráskor szokott a kormány egy ilyen lazítást csinálni, hogy inkább több pályázat indít el, hogy mindent igénybe tudjon venni, tehát van, amelyik nem realizálódik, magyar visszacsúszik, nem tudják befejezni, nem tudnak elszámolni, akkor kibocsájt olyan pályázatokat, hogy csinálják meg, mert azt majd utána a következő ciklusban kifizeti, de most legyen felhasználva minden pénz. Nagyon okos dolog, ezt többször beszéltük is, jó dolog. De most azt mondja, hogy mégse talán. Mégse megyünk túl a lehetőségeken, ugyanis van mondjuk 100 forintja, és akkor azt mondja, emberek, hirdessük meg 110 forintot. Mert lehet, hogy a 100-ból nem mindenki költi el a 10-10 meg 5-5 forintját, akkor hagyd legyen már elhasználva a 100 forint, mert valakivel el kell számolnunk, és akkor, hogyha túl licitáltuk egy kicsikét a lehetőséget, túl kínáltuk a településeknek, akkor azt majd a következő ciklusban lerendezzük. Mármint a következő támogatási vagy éppen ciklusban. Kacsató tehát nincs egy filérse, semmi sem indul el. A szerdésünk is olyan, hogy ki lesz írva, akkor ők csinálják meg a pályázatot. Kedves Csanádi úr, most nyugodtan alhat, nem tudom meddig, de ne kérjen tőlem semmit, mert nézze, ha szerez pénzt, és akkor lehet kérni, hogy így képviselje az érdeket. Napköziskondja iszonyan kellene, itt sincs. Tehát ezek ilyen pótkeretek lettek volna, összekaparják a pénzeket, igen. De valószínű, akik megkapták a támogatást, azok pedig azon harcolnak, hogy gyorsan befejezzék. Hogyne, világos. Mert ami fekszik, nyugszik. És így nincs nagyon luft, másik pedig bizonytalan a forrásszerzés a 2021-es gazdasági eredményeket illet. Bizonytalan az uniós költségvetés, az uniós támogatás, meg stb. Így tehát most nem tettek a 100 forinthoz még 20 lehetőséget, hanem most aznak, hogy hát talán csak 105 legyen az a lehetőség. Ebben nem féltünk. Inkubátorházi sztornó, úgyhogy beadtuk a igényünket, de a pályázatot nem írják ki, úgyhogy semmi sem ez belőle. Viszont van egy új lehetőség, mégis találtak egy rovatot, ez a belvíz. Aztán mondták, hogy 500 millió jöhet a szarvas részéről, be is adtam, vagy mondtak egy számot, és én mondtam, akkor 500 millió kell. Most azt mondták, hogy mások meg nincs tervük, és nem tudnak pályázni. Akkor én meg kérek 200 millió forintot. Azt mondták, hogy tovább nem ennyi, mert több nincsen. Jó. Akkor kimerítjük a 700 millió forintot, de ezt is, akinek van igényük, nincs kész tervük. Nekünk 500 millió forintra van kész tervünk. Hogy lefedjük még a nyílt árkokat. Tudják, hogy sokan kérik, de hát ez rengeteg pénz kell hozzá. Szóval erre már több mint 1 milliárdon, 2 körül költhettünk a belvíz csatornák lefedésére. No, szóval beadtam a 700 milliót, voltam Csabán tárgyalni, tegnapi nap folyamán a megyülés elnökénél, Zalai Mihály úrnál. Aztán kiderült az, hogy ugye tárgyalt már a tervezővel, akkor ez egy megyei projekt lenne, akkor ott volt a tervező, mondtam nekünk csak a 200 millió nincsen tervünk, de amilyenket is aktualizálni, azt mi megoldjuk, tehát minket abban a költséget ne, azt hagyják nekünk beruházásra, mert osztozkodni kell majd a tervezési költségeket, és ez egy nagy beruházás lenne a megyébe, ahol mi is részesedünk. Szóval nem szeretem azért, mert a közös lóg túrosa hát, azt szokták mondani a bölcs parasztok, nagyjám is ilyeneket mondott régen, de azért néha közösködni kell. Értik. Ha az érdek úgy kívánja, hogy azzal gyarapodunk, akkor közösködünk. Aztán a véleményünket megeszi a csuda,
meg mi is félrakjuk, és azt mondjuk közösen. Ha ezzel mi gazdagszunk, akkor benne vagyok, mondtam neki, hogy nézd, nekem feltételem nincsen. Ha 700 millió értékű munkát kapunk, és ezt megcsinálják becsületesen, tök mindegy ki a főnök, tök mindegy ki a tervezője, meg tök mindegy, milyen konzorciumban veszünk részt. Úgyhogy ezt tárgyaltam tegnap. És akkor talán nem tudom, azt miért írtam ide, majd rájövök. Szeretném elmondani, hogy mi folyik jelenleg a városban, mert azért teljes pauza nincsen. Ugye megkezdődött a kerékpárút építése, szerintem most még ugye szedik össze az anyagokat, meg a dolgokat, három kivitelező fog dolgozni. Békés, Szent András és Szarvas belterületi és új kerékpárút építésébe. Folyik a zöld város, megkaptam a támogatási szerződést, 13. módosítás, egy szerencsétlen szám. Bencsik, amit elkezdett kivasalni, legközelebb erről a témáról külön fogunk beszélni. Rendben, akkor ezt kicsontozzuk. Megy a Hormidemi Sportközpont, de még nincs kapavágás, de mi már a közműveket építjük, tehát nem megy a dolog. Előkészítése is rövidesen elkezdődik. Ugye a Siratói út az épül, a Jókai utca aszfaltozása, remélem tudják kerülgetni, és ne lopják el a kereszttáblákat, ne döntögessék fel, ha valaki beesik az aknákba, akkor baj lett, de azon már túl vannak, azt hiszem. Tehát a Jókai utcai útépítés, sporteszközök telepítése, a vásártérén csinálják, a gonyépesek kibővítjük a meglévőt, és odaraknak x mennyit, ahogy a bizottság döntött, nem beszéltem bele. Aztán folyik, de már készen van a gyelporta. Három napelem ugye készül, az a polgárőr és közbiztonsági centrum, munkai központ, meg még valamelyik, most is nem teszem be, és akkor megy még a holtág kotrása, és megy a Komépnak a napelem és a hűszigetelése, ami majdnem készen van. Kész, de átadtuk ugye a múzeumot, a Ruzicskai Alkotóháznak a felújítását, a piacot, és átadásra várjuk, megírtam a papírt a miniszterasszonynak, a tárca nélküli miniszternek, ennek Dankó Béla képviselőnek, hogy teljesen mindegy. De az igazság, hogy ez egy olyan hatalmas beruházás volt, és egy épet sikerült megmenteni, és a családokkal való fogatoskodás, gondoskodás, az nagyon fontos számunkra, és egész járást látja el, hogy egy ünnepeljünk egy picikét, mert sok pénzünkbe került nekünk, és a város is tett hozzá tisztességesen. Nagyon viszont egy 125 millió forint hitelünk van, nem erre, hanem összesen. Tehát a belvízről beszéltem, 700 millió forint megényeltem, ez volt 27-én. Igen, és akkor mit hagytam még ki? 13 módosítás, igen, a zöldváros, részletesen be fogunk beszélni, lesz meglepetésem. Régi vágyunk, és úgy néz ki, hogy talán mégis össze fog jönni, ha a Jóisten is úgy akarja, hogy a piac padlójánál a termálvizet hűteni fogjuk, úgyhogy nem fog lefagyni a lábunk. Mi láttunk ilyet Holdári Palival, még Izlandon, ott láttunk. Igen, tehát nem egyet mondtam, és akkor mi nézzük meg a végén. Állami közutak, ezt sem olvassuk, most fajon hónap a rádió, beszélünk róla, hogy írtam Cserkuti Andrásnak, az igazgatónak, 6 pontba foglalva azt, hogy az M40-es gyorsforgalmi úthoz vezető út, az borzasztó, az M40-eshez vezető út, Szentes út magyarul, 40-es átkerés szakaszát, azt hasonló módon jelezte, aztán két körforgalomra tartunk igényt, az M40-esnél az Orosházi út eljáróját nem építették meg, azt is kérjük. Aztán írjuk a Mezőbrény útnál csak 5 km kérjük folytatni, és a Gyomendőri út pedig kátyús és rossz, úgyhogy most 6 ponton megírtam a problémámat. Ugyanezt megküldtem Dankó Béla képviselőnek, és aztán kértem hasonló módon próbálkozzunk azzal, hogy legyen az orosháziaknak is lehajtójuk, és ne jöjjenek keresztül a városon, hogy az orosházi utat is rendbe kéne tenni. És hasonló módon ezt Gondros is kérte, hogy kell neki lehajtó. Igen. És akkor ezt megírtam a Dankó Béla úrnak, aztán Tóth Péternek, a közlekedését felelős államtitkának, és megírtam a közútkezelő új igazgatójának, hogy ne felejtsedjek, besorszámoztam 6 pontba, mert a múltkor írát írtak nekem, mondtam, vissza az egész, sorszámozzuk be, mert mindig elég kérlek. És ha lehet, akkor minden egyéb, vagy minden két napban fogok küldeni a levelet, hogy megkapják, mert hogy nehogy elfelejtsék, hogy erre szükségük van. Egyébből kiválasztottam még egy-két dolgot. Jó. Azt legközelebb bemutatjuk, hogy dr. Demeter, szóval fantasztikus a Laci, ez első szabadon választott önkormányzatok tagjai. Most találtam meg tegnap este, valamit kerestem, talán tűzőgép kapcsolatot, és találtam egy ilyen oklevelet, emléklapot. Szarvasváros első szabadon választott önkormányzatok polgármestere készítette ezt. A 25 éves évforduló, ez a másik oldala, és benne van minden képviselő, kibeszéljük majd egyszer, jó? Igen, erről majd rátérünk.
Van egy ösztöndíj támogatás, mégpedig hölgyeknek, egy éven keresztül maximum 100 000 forintig, kérem, kincstár hirdette meg, itt a magyar kormány jó voltából, van benne ingyenes nyelvtanulás, informatika a hölgyeknek, akik otthon gyereket nevelnek, és egy éven keresztül igénybe vehető ösztöndíj lehetőség általános és középiskola tanulmányokra, OK és képzésre való részvétele, és még a támogatás maximum havi 100 000 forint lehet, és lehet aztán nyelvvizsgálás és informatikai képzésre is. Akit érdekel, a Városháza is van a szociális osztályunknál, és van a kormányjavaknál, vagy a kincstárnál is, akit érdekel, csak ajánlom figyelembe, mert akinek most nincs munkája, készül arra, hogy valami jó munkát tudjon szerezni. Igen. És akkor kaptam Závodján Magdor egy szép könyvet, mégpedig ott van Hévízi barátunk is mellette. Igen, a Lakitelekről jött a könyv. Igen, és jött tőlük, most megvan mind a két kötet. Igen. És Magdi írt nekünk, nagyra tartom őket, mert ezt ki tudták lobbizni. 21. századi innovációs központ épült ott. És gyönyörű, gyönyörű, igen, nagyon gyönyörű. Magdi, a Jóisten küldött mi hozzánk, és jó dolgot csináltál. Nagyon büszke vagyok rájuk, Hévízire is, meg Magdira is. Mert alkotnak és fontos dolgot csinálnak, és ráadásul szeretjük egymást, tiszteljük, szeretjük egymást, meg jó dolog. Ennyi volt mára, köszönöm a megtisztelő türelmüket, legyen szép estéjük, semmi bántás, semmi rossz szándék, kibeszélő só. Aki úgy gondolja, hogy valami róla szólt, akkor az vegye magára, aki nem, de mindig tételezzük föl, mert az egészséges ember úgy gondolja. Igen, csak a nézők megnyugtatására mondom el, mielőtt elkészülnék, hogy ránéztem az órára, 10 perccel elmúlt, 8 ugyan, de van hivatalos engedély. Ja, amúgy megbeszéltek, igen. Igen. Megmutassam én is, nekem is van. Pontosan. Címzetes főjegyző úr, úgyhogy 8 óra elmúlt, és van. Neked van papírod? Igen. Jó. Pabó János kiváló kollégának is van. Jancsi, köszönjük szépen. Örülöm, további szép estét, holnap a rádióhoz találkozunk. Minden jót kívánok. Pihenjenek. Jó, holnap jövünk a szokott időben. Minden jót a holnapi viszontlátásig. Szép estét, Szarvas. Vigyázzanak magukra.